Minden hétköznap reggel 6-kor, akár esik, akár fúj, lehet méteres hó vagy 40 fokos nyári hőség. A Morning Show elindul, és vele együtt ébred az ország. Közel 2 millió ember örül annak, amikor meghallja. Morning Show! Együtt ébredünk. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Az legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 15 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek, csütörtök van, és még mindig jó idő, hello Jani, hello, jó reggelt, Feri, ciao, és ez így lesz egészen jövő hét hétfőig. Bizonyám, bizonyám, senki nem tud belerondítani a jó idő, gyerekek, senki. Már 21 fok van a fővárosban. Igen. Jelentem, a Velencei tó fürödhető, jöhettek bármikor. Tegnap már hosszasan áztattuk a férfiak testét, a nőket még nem engedtük bele. 21-22 fok. Nagyon jó. Aztán nagyon komoly. Ja, és senki nem ment még bele, csak a Somával mi ketten, mondjuk nem nagyon voltak, így hétköznap. Várunk benneteket szeretettel. De aranyosak vagyunk. A házban nem engedünk be, de a tóba igen. Mondanám, hogy mi is titeket, de De mi nem is akarnánk oda menni, tudod? Tehát ugye ez a különbség, látod? Igen, de miért? Mondanád, de miért hazudnál, nem? Tehát, de nem is akarok menni. Hát a francia egyik lőrincre most így. Hát például én. Az más, de te ott laksz, ugye, de kirándulni mondjuk nem mennék oda most hirtelen. Hát igen. Természeti szépségekben nem vagyunk annyira eleresztve. Van sok szép fa, van sok szép fa bokor, meg van nagy zöld terület, amit nyírni kell, hogy rohadjon meg. De azért szeretjük. Van már fűnyírod? Fűnyírom az van, jó régi, úgyhogy az rendben van. Most éppen egy ilyen sövényvágót. Ugye, azt jeleztem tegnap vagy tegnapra, hogy egy sövényvágót szeretnénk beszerezni, de nem kapkodjuk el a dolgot. Majd decemberre kiválasztom. És addig ollóval nyílt? És addig búrjánzik, és majd ott, amikor majd, hogy hívják, majd 30 cm-es hó fogja befedni az egész sövényt, akkor fogok addigra fogom eldönteni. Hát nálam nem is gondolom, hogy három gyorsan. Márkán, és márkánként 1300 forinton vacilálsz. 1280. Így tudok elképzelni, hogy a minőség legyen 63.100-ért, a bum-bum legyen 62.010-ért, 10 év garancia, vagy a Hyundai 58.000, de arra csak 8 csillagot adnak, és van a 10 komment közül egy rossz komment. Tehát nagyjából így tudom, és biztos a legrosszabbat fogod megvenni, ami zárlatos lesz egy hónap múlva. De szerintem nem is gondolkozik elektromosban. Ugye csak ez a klasszikus össze, vagy mit? Nem, elektromosban. Sövényvágó. Az a menő. Az a baj, hogy a... Hát az menő, na de Jani. A hagyományos mechanikussal az a gond, hogy ott azért be lehet nézni a kis hullámokat, stb. És aztán, amikor tudod, végeztél, akkor a francba itt az eleje nem az igazi, elkezded vágni az elejét, akkor meg a vége nem az igazi, és utána pedig marad már gyakorlatilag a föld színéig, a gyökerekig visszavágod az egészet. Semmivel sem haladsz. Hát az a baj, hogy egy kedves kollégára hagyatkozom ebből a szempontból, aki megígért, ilyet fogsz ez, Janika, hallott beszélem, ilyen érted is vetett, tudod, mi jó, majd beszélünk, már kétszer kérdeztem rá, úgyhogy el fogok menni valami barkácsáruházba. BF, igen, BF-et én is meg akarom keresni egy fűnyíró miatt, hogy annyira jó együttműködésünk volt a sponsorral, akkor már viszont akkor már egy fűnyíró. Pénteken nem tudtam, nem voltam olyan állapotban, de hallott, de majd nem. Pénteken se. Ilyen lesz, hallott. Igen, nekem is most be kell szereznem egy-két kerti eszközt. Többek között fűnyírót. De ha majd a tiédhez hozzácsapjuk az igényeimet is, csak a hátha. A Balázs kedvezményéből te pont meg tudod venni a fűnyírót. Egyébként tényleg. Ugye? Van egy jó lombszívom, azt a Feritől kaptam, nem kell? Lombszívó? Fújó. Vagy fújó. Vagy fújó. Vagy szívó. Hát, szívni fújni is tud. Hogy ne? De profi. Hát ugye zsák van rajta, az ugye átkapcsolod szív, vagy fújó, ahova kapcsolod. Hát takarítasz, csak arrébb fújod. Tessék? Nincs lombod. Vagy nem kell. Szeretett, ha lombos a fű. Nem nagyon használom, basszus. És nincs szívem túladni rajta, ott van bent a garázsban, a sarokban, és nem tudok vele. Nem tudok vele. Hát annak szinte semmi értelme, azért is kaptad szerintem. Igen, abszolút. Ez tényleg értelmezhetetlen. Nem hiszem, hogy föl tudod tenni a vaterára, de 7000-ért vannak már fönn, ugye nem tudom. Vannak nagyon jó gerebréi, kettő is. Most cseréltem bennük nyelet, úgyhogy tökéletes. Nem, ott megvan egyébként. Nem, megvan, csak nem kevésbé használom valahogy, mindig szép a
kert, és nem az annak kell, akinél kupi van, és úgy szereti a kupit, csak így arrébb fújni. Aha. Tudod, hogy mit tudom, járdát így lefújod. Átfújod a szomszédba. Átfújod a szomszédba, de én ugye talicskával hordom át a szomszédba, tehát nekem nem. Nem, nem is más. Borítom át a talicskával, gyerekek, úgyhogy nem, megvan még egyébként. Jó kis lomfúvó. Hát nagyon. Jó. Egyszer bekapcsoltam. Fújt, azt kikapcsoltam. Nem, labdáztunk a gyerekkel, az volt, hogy lomfúval kellett labdát terelni. Leégett a hajszáríton. Tessék? Leégett a hajszáríton. A Nem, a gyerek mondta, hogy nézzük már meg, mi áll ott a sarokban, mert mondta, hogy Benni, jó lesz ez, majd egyszer használjuk, de hát basszus, nem jött meg az idő, de kitartóan ott áll. Hol a távcső mellett? Tessék, a távcső az lent van. Távcső az lent van. Hány ilyen van a háztartásodban? Mert minden háztartásban van olyan dolog, ami az a tipikus szed, hogy így örülsz neki, azt gondolod, hogy majd egyszer eljön az idő, hogy használni fogod. És soha az életben hotdog sütő. A hotdog sütő. Igen, azt egyszer használtuk, akkor, amikor behoztuk ide. Igen, itt behoztuk ide a rádióba. Na, azt nem tudom, hogy minek vettük meg, mert annyira azért nem használjuk. Illetve meg fogtok lepődni, de tényleg nem használom az autóporszívónkat. Vettem egy marha jó minőségű autóporszívót, abban a kategóriában a lehető legerősebbet, egy világmárkát képvisel a termék, de valahogy nem, mert ugye benzinkutóban van. A porszívó meg az autóporszívó. Hát tudod, ez a pici olyan, hogy hívják rá, szivargyújtól keresztül lehet üzemeltetni, ilyen kisebb, és a saját kategóriájában nagyon erős, csak hogy az otthoni porszívónál, meg a benzinkutas porszívónál marhára nem erősebb, hanem gyengébb, de nagyságrendekkel gyengébb. Semmire nem tudom használni. Plusz az is otthon van. Azért azt a gyötrelmet, amit neked ez okozna, hogy van egy ilyen porszívom, hogy tiszta lesz az autóm. Igen. De az aksiról működik, tehát vagy járatom a kocsit, amíg porszívózok, vagy félek, hogy lesz hívja az akkumulátort. Ja. És ott állnál aksi. Porszívó. Hogy csináljam? És így basszus, így semmire sem használjuk. Szép, jó, minden, egy ideig benn volt mindig az autóban, hordtuk, de ilyen hónapokon, éveken keresztül, hogy majd valamikor, amikor kell, majd ott lesz. De mi autóporszívóval jöttetek, mentetek, hogy az autóporszívóban volt a kocsival? Hát ekkor az egész persze benn volt. És az autóporszívóval bemosdázik, azonnal föl tudjátok szívni. Bizony, nincs is ám rendetlenség a kocsijában. Van még hova fejlődnem. Ugyanakkor azért ez morzsaporszívónak sem utolsó, és tudom azért, hogy a morzsaporszívókat gyengéd közé tartoznak. A morzsaporszív, na látod, az emberiség egyik legnagyobb találmánya, a kerék. A kerék mellett a morzsaporszívó, azt nagyon szeretem. Soha nem hordanék a kocsiba autós porszívót, sem morzsaporszívót, de maga, mint találmány, az nagy kedvenc. Van nálunk minden nap a töltőn van szépen. Beri fogja, ha valamit csinál, összetakarítja. Azt kedvelem. Igen. Azt kedvelem. De hát azért az autós porszívót még nem tartja otthon az ember, mert ha otthon tartod, akkor minek? Mert hogy ott van a másik porszívó, ami nyilván nagyobb teljesítmény. Ha meg nincsen, mert az autóba... Hát... Most ezt kicipeled a lakásból, a nagy porszívót. Olyan messze nincsen a garázs a lakástól, hogy így össze kellene csalogolni egy kis hideg élelmet, vagy ilyesmi. Hát talán még az is megvan. És ez egyszerűbb. Na, és miért nem adod el? Egy nagyon jó kérdés. Tehát ezeket a dolgokat, amiket otthon felhalmoztál, a hotdog sütődet, a morzsaporszívódat, a kocsit. Erről teljesen elkezdtünk gondolkodni azon az ötleten, amit ugye a Júli vetett fel nemrégiben, mert hogy a Vekerlén elő szeretettel rendeznek az emberek mindenféle ilyen garázsvásárokat, hogy mi is egyszer bedurrantunk egy ilyet. És akkor két étel lesz a hotdog sütő meg a morzsaporszívó, vagy ez az autós porszívó. De akkor lehet, hogy meg kellene tőle szabadulni. Nálam minden nagyon jó állapotban van. Hát azt gondolom. Ha valaki még használ terméket, akkor az a Jani. Uh-huh. Az biztos. Rajta még a fólia használt. Még a meleg szendvicsütőt is fóliával használjátok. Tehát, hogy azt tudom, még az ülőgarnitúrán is rajta van a védőfólia, úgyhogy azt tudom, hogy nálatok minden jó állapotban. De ez nagyon fontos. Ti megőrzitek a tárgyak eredeti állapotát. Így van, pontosan így van. Csak mondom, hogy teljes a PlayStation evolúció ott van nálunk, szépen becsomagoló, ugyanúgy gyári. Igen. Vagy nem tudom mennyi. Mert most már háromnál elvesztettük a fonalat. Mert nem nagyon van rá időm meg energiám, hogy játszak vele, de azok is szépen benn vannak. Most már nem tudom, hogy mondjuk egy PS1-et kivesz, majd gondolom a Sony Múzeum. PS1-et? Hát, most hol tartanak PS? Négynél, és nagyon ügyesen találtak ki dolgot, mert visszafelé ugye nem kompatibilis. Nem? Tehát, hogy nem tudom berakni a négyesbe az egyesnek a játékait, ahhoz az egyest kéne elővenni, de ki az, akinél otthon sorakoznak, mondjuk így alul, konzolok, így szépen a legalsó polcon az egyes, utána a kettős, a hármas, ilyen nincsen. Ha még egy 50 év, és az egyes, az nagyon sokat fog érni. Sokat. Tényleg, a virág már olyan gazdag lesz, mint a nem tudom kicsoda. Sokat. Én is erre számítok. Van is elrakva például régi telefonkártyám cellofánban. Hát, ha majd aranyat fog majd érni. Van egy céges teló, amit itt kaptunk egyébként. Az azóta be van
szépen csomagolva, soha nem fogom használni, de majd hogyha. Ha lesz majd Nokia Isten, múzeum, akkor eladom neki. Mi lehet abban a lakásban nálatok? Nagy csodákat, nagy csodákat találnánk valószínű. Néztem tegnap a tenisz gyerekek, el vagyok keseredve. Vártuk, hogy felveted ezt a témát. El vagyok keseredve. Várható volt egyébként nyilván, de akkor is el vagyok kicsit keseredve. Isten, de miért kerögtünk kifarcolni? Nem, hát várható volt, elmondtam már tegnap is, hogy várható volt. Hát a Gyoko azért a nagyobb esélyese volt ennek, mint a Nadal. Jó, azt mondtad, akkor hadd idézem vissza, hogy Nadal ugye a legnagyobb ezen a Roland Garroson. Egyszer kapott ki, 70-szer nyert. Igen, 70-szer nyert, egyszer kikapott, nagyon akar most visszakapaszkodni. Ugyanakkor azt is elmondtad, hogy a Gyokónak még nincs ilyen Rolandja. Nincs még Garroson. Hogy akart otthon egy Rolandot magának, hát most már megvan. Még nincs meg, de hogy meg lehet. De csak ez nem a döntő volt. Ja, még játszanak. Még játszanak. Milyen érdekes sport, ezt fogadjuk arra is. De látva tegnap Gyoko játékát, hát nem sok esélyt adnék sem Murraynek, se a másik ágról. Azt hiszem, ott szóga Wawrinka, ott inkább Wawrinkának. Hát igen, úgyhogy majd adom a pénzt. Nincs nem tudom egyből cashelni, mert nincs nálam, de... Én abban semmi taxival jöttem, és még a taxira is kölcsön kellett kérni. Átmeneti pénzavarban szenvedek, nem tudom, a bankát. Hát akitől kértél, attól kérjél még egy tízest. Ne nekem tartozzál egy elbukott fogadás ki után. Ki adta a hetet a taxira? Én. Te de azt mondtam, hogy az a három, hogy legyen nálad, maradjon, tehát tíz. Tehát hármat tudok adni. Hármat tudok adni, és jó, akkor neked jövök héttel, és neked is héttel? Nem, tizen, még egyszer mondom, van nálad három még. Hagyjuk, de akkor ne zavarjuk össze. Hol hozd a Janinak holnapra a tízest, és nekem a tízes. Életben, komolyan mondom. De jöhetsz egyébként héttel, és csak kisvártató utána majd még hárommal, jó? Nem jó ez a fogadás, nem jó. Mindig, szerintem nagyon jó. Az a baj, mindig kitartok a szeretteim mellett, és mindig elvesztem, mert se a Nadal, se a Federer nem ütni. Ne csináljunk ebből szerintem ilyen érzelmi kérdést, jó? Ez egy érzelmi kérdés. Ti, akik ezt nem tudhatjátok, ez nem, de egy Bayern Münchenes, nem tudom, a izi ellen kellene, hogy mondjuk a Barszára kéne, hogy tegyen. Sose fogok a Nadal meg a Federer ellen fogadni. De tegnap Gyoko szenzációs. De ezért a bajorok nem is fogadnak a Feribe. Látod? Ez a baj. Nem mennek bele egy ilyenbe. Ez a baj. De én is érzelmileg vagyok, mert ugye amikor mi elkezdtük... Hívod nincs az egészről, de hogy nem, amikor, bocsánat, emlékez vissza, milyen, amikor... Mi azt milyen borításra játszanak. Azt mondjuk igaz, de nem is a borítás felé nem lehet érzelmi az ember. Amikor elkezdtük ezt a fogadásos sztorit, nekem ez a fiú volt az egyetlen ismerős, ez a Djokovic. És én érzelmileg kötődöm azóta hozzá, mert egyrészt román nyertem magam vele, másrészt meg azóta se tudok több teniszezőt felsorolni. Hát. Most jó, az a baj, hogy most abba kell hagynunk ezt a fogadásos dít, mert Djokovic annyira érintetlen, hogy most rommák a szánát magad egész évben. Ez, ugye ezt hívják úgy, hogy puha. Hát igen de ugyanakkor meg most ne legyünk álságosak. Tegnap Feri este felhívott, és mondta, hogy egyre rosszabbul esik neki ez a dolog, és hogy lelkismert furdalása van, mert mégiscsak két gyereked van, Noel és Bennett, és fel kell nőniük, iskoláztatnak kell őket, érted, el kell ereszteni őket az életbe, és egyre nehezebben tudod megoldani ennek most már az anyagi átterét. Kérdezem, Jani, mit csináljak? Hogy itt gyötrődöm, érted? Most hogy legyen? Hát elvegyem a két gyönyörű gyerek elől a pénzt. El kell venni. Ami jár, az jár. Ezt nekem ki kell fizetni. Fél ebben a hónapban csak egyik megy a fodrás. A másik nap még nem kell, még nem dőlj. Sajnos gyerekek, ház van. Mindegy, csengetek, csak nem tudom. Kes, van egy kis likviditási probléma, de megoldjuk. De mit van? Tessék? Mit van? Batot találtam a tárcáma, meg 5 eurót. Na, az a szemüveg, Feri, hogy bejön neked, az a szemüveg, próbáld már fel. Milyen? A szemüvegemet nem adom. Hát abból vettetek most autót. A poló tetszik? A poló, no ez a poló nem járná jól, ez egy 2 eurós poló, úgyhogy. Aha. Ez komolyan, nagyon komoly 600 forintos poló van rajta. A napszemcsit már leraktam ott, hogy ne tudjátok elvenni. Mi a takkerbe hagytam a bankkártyát? Hát a taxis már berendelt magának Bora-Borára egy repülőjegyet belőle? Nem, pittyent. A tegnapi taxisofőr, akivel mentem. De tegnap még nálad volt? Tegnap még nálam volt. Valakitől, mert másik atyában voltam, és valószínűleg ott van. Gondolom, ott a hiány gyerek. Most kérdezik meg a taxis, hogy pépesz meg, hogy nem etne. Minden. Ahogy nem. Ilyen taxis már. Bement is, amit tudott megvenni. Sőt, hát hogy a bankkártyát találsz, akkor elvileg nagyobb összeget is tudsz, csak interneten. Bár azt hiszem limitálva van a kártya, de ott meg tudsz venni repülőjegyet, hát neked azt kell a 3 jegyű titkos kód, ami a hátulján van, plusz azt sose érted, azt te értetted ezt a 3 jegyű titkos kódot? Hogy? Hogy miért titkos? Ha elvesztetted a kártyádat, vagy ellopták, akkor rajta van a kód a kártyán. A hátsó oldalon, igen, a kis fehér négyzetben. Az ugye akkor kell, ha interneten vásárolsz.
Mert elvileg ugye, hogy nálad van a kártya, látod ezt a kódot. De ha más látja, akkor más vásárol. Akkor más vett, tehát hogy ha megvan hát, a kártya. Hát nem, mert ugye kell a visszaigazoló SMS is, ami a te telefonodra érkezik, nem pedig azért, aki a kártyát megtalálta. Hát, hogy azért, hogyha ez okosan van beállítva, akkor... Nekem jött már úgy SMS, hogy éjjel otthon aludtam, és valahol Floridába PlayStation játékot vettek belőle. De jóvá írta a bank, korrektek voltak, mondták, hogy ez nem lehet, nem tudom, hogy szerezték meg a kártya adatokat, levontak, és este hajnalban azért rápítják a telefonod, és látod, hogy valaki 20 000 forintba elköltött, bevásárolt valami floridai, nem tudom, hogy valahogy és PlayStation tettek belőle játékokat. Miért nem volt a nagyvonalú, miért nem gondolom, na, legyen egy jó napod, boldog karácsony! Vegyél még valamit. Azért ez kemény. Na mindegy, úgyhogy nem bújok ki, csengetek természetesen. Csak nem tudom, hogy fogom ezt most visszanyerni. Tehát ki olyanra tudnék tenni, amivel én ezt most visszanyerem? Mert most szerintem Gyokobeúzza a Gárosz, Gyokobeúzza a Wimbledont, úgyhogy nem tudom. Figyelj, fogadjatok olyan dologban, amihez nem értesz. Nem, fogadjunk úgy, hogy nem Gyokóra fogadsz, hanem játszik majd valaki, és megmondom, hogy ha két egyenlő ember van, akkor fogadjál valaki más. Nem érzed, hogy ez mennyire nyomorult ez, ahogy próbálsz kijönni ebből a tételből, ebből a fogadásból. Jó, hát ettől csinálhatjuk ezt is, elmeséled, hogy kik vannak. És akkor úgy korrektséget kérek, tehát nincs az, hogy megvezetsz, hogy most a Fukushima az erősebb, vagy hogy hívják. Nem, ott szörnyű dolgok történnek. Az igaz. Na, Fukushima nem jelent. Elnézést, akkor nem tudom. Nagajima. Köszönöm. Nagasaki. Igen, mondtad volna, igen. Ja, Hiroshima. Nem, Manchuria. Jó, ez jutott eszembe. Van egyébként kínai. Ja, nincs. Japán van. Úgy meg főleg, ez japán. Látom már jövőt egyébként, hogy egy csendes nyugodt helyre vágyok, majd elmegyek a Sevesnyén bookmaker irodába, az mini kongani fog az üresek. Leülök, az egy picit megkábítok, biztos lesz, mit tudom, ilyen vízautomata, vagy ilyesmi, frissítem magam, kicsit kifújja, és utána pedig iránya. Nyüzsgés. Mennyi fizetett a nadára tegnap? Milyen occok voltak? Nem tudjátok? Nagyon kiegyenlített volt. Tehát a Wawrinka fizetett jól egyébként Federer ellen. A Wawrinka többet fizetett? Az nagyon jó volt. Komolyan? Az jó volt. Mennyit kerestél vele? Semennyit. Nem fogadtál? Nem, elfből nem. Mert én a sportot szeretem, tehát hogy nekem az a fontos. Mi ez a hülye duma? Nem, az a baj, hogy későn értem haza. Nem voltam lehet. Na, inkább. Na, a Wawrinkával egyiket nagyon jó volt, tényleg. Kettes, hármas? Kettő fölött volt. Kettő fölött? Aha. És azért az nem rossz. Úgyhogy én mondtam volna, hogy tedd meg. Nem, én a Ferit nem értem egyébként. Tehát, most komolyan mondtam volna, hogy tedd meg a Wawrinkát. Itt élőben fent a neten is, tehát hogy már dübörülni. Szerintem párhuzamosan meg kéne tenned, de ahol csak lehet, tudod. Utána megállítani embereket, stb. Nem akar fogadni a ma esti. Na? Mit szólsz egy conga Wawrinkához? Nagyon jó. Kire akarsz fogadni? Megadom a lehetőséget. Az úgy is bejön neki, tök mindegy. Conga Wawrinka. Az mi, ők ma játszanak? És igen. Ez milyen sport még azt kérdezik? Tenisz az is. Ja? Jó. Na, akkor mi legyen? Kire fogadsz? Conga vagy Wawrinka? Jó, kicsit gondolkozzál majd később. Jó, 9 után megfogadjuk. Gondolkozom. Hogy állunk játékkal? 3-0. A javunkra, tehát miénk a hét. Már most egy picit érnekülő nekünk ez a hét ebből a szempontból, de a hallgatók azért még benyelhetnek egy jó kis ajándékcsomagot. Kezdem unni, hogy mindig nyerünk. Igen? Akkor most csináld azt, hogy te játszol. Ezzel. Nem. Én nem unom. Tök jó lenne, ha kicsit szorosabb játékon vagy heteink lennének. Most ezt az évet elengedték. Szorosabbá tegyem ma? Nem meg tudod már. Hát igen, de az a baj, kétszer kéne kikapnod, és még egyszer, hogy 3-3 legyen. Tehát ezt a helyet is megnyertem. Meg. Változtassunk ötödölőre, hogy kivel akarsz játszani, Ferivel, Janival vagy Balival, és akkor amibázunk. F3, A2, B2, 3. Jani rajzolja, a játékos mondja, és aki előbb kirakja az ötöt, egyébként simán lehetne. Kockás papír, 10x10-es mező, fel 1-től 10-ig, A-tól nem tudom eddig, és mint Barnával is, nem tudom, Lacival lehet ötödölőzni. Figyeljetek, azért ez egy nagyon demokratikus dolog, hogyha belegondoltak, minden más sportákban örülnének neki, hogyha elmondhatnák a vesztesről, és döntős volt. Tehát, hogy azért mégiscsak bejutott a döntőbe. Itt a fekete-fehér égenemben valaki mindig dönt, még a vesztes is döntős. De egyébként tényleg. Tehát, hogy azért nem hangzik olyan rosszul. Igen. Fél hét múlt pontosan 3 perce lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t, a hallottak ellenére nyugodtan, hiszen egyénileg azért még mehet a harc is. Vihettek tőlünk ajándékcsomagot, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ákos, nagyszerű voltál mindig. Ugye, hogy mennyire jó ez a srác? Nagyon szépen köszönöm, srác. Komolyan mondom. Ezért érdemes bejönni.
Két ilyen fiatal ember. Bejövök, és nem tudok enni. Megbudjon a joghurtom, mert csak ájult csodálattal ülök, és figyelem azt a szakmai alázatot és profizmust, amit ez a fiú képvisel. Tényleg, Döbben. Hát, Ákos, köszi. Az M6-a 155-ös kilométerén egy teknős mászkál a leállósában Pécs felé. Halljátok, egy teknős. Alakul a dugó. Alakul a dugó, igen. Egy teknős. Állítólag az M6-oson. Aztán Kisvár az Áhonyi között van két trafiturai. Atik küldte nekünk, Atik köszi, Petőfi laktani után Pest felé kocsanásos baleset, Sisza üzeni, igen, hármas kocs ráadásul befelé. Úgyhogy ott is lesz egy kis dugó. Na, 3-0-ra vezetünk, ugye? De hát ez nem jelent semmit igazából, mert hogy egyénileg még verhetőek vagyunk, és ha már a hetet nem is tudjátok megnyerni, még azért egyénibe hozható egy-egy győzelem is lehet. De egy csomag, úgyhogy megnézzük, kivel játszunk ma. Reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! 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 Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Hello! Várjál, nekem nem jó, várjál, nem, semmi se jó. Várjál, mindjárt. Anikó, hello Anikó! Anikó, honnan hívtál? Honnan hívtál minket? Debrecen mellől, Aradvány puszta. Hoppá! És mit csinálsz te ott? Hát én most itt ülök, aztán mindjárt megyek vizsgázni, mert 9-től nekem vizsgám lesz a Miből? Végső. Miből vizsgázol? A végső, legutolsó ügyvédi titkár, aztán minden igaz, akkor ügyvéd, vagyis hát ügyvéd nem leszek, hanem titkárnő leszek. Ja, azért, mert igen, ahhoz más kell. Igen. Egy picit. Tehát az ügyvéd titkárnője leszel tulajdonképpen, azt mondod? Hát nem, az előtt félre mondtam, de akár egy ügyvéd titkárnője is lehetek. Nagyon helyes. Milyen titkárnő leszel? Csak úgy titkárnő. Titkárnő. Aha. Csak úgy, szimplán egy titkárnő. Okay, és a titkárnő képzés? Igen. Első lecke kávéfőzés. Igen, rohadék. Rohadék vagy. Harmadik lecke meleg szendvics készítés. Igen, szexi meleg szendvics készítés. Kivel szeretné játszani? Janival. Te aranyos, hogy megtisztelő. Köszönöm szépen. Indítjuk az órát, jó? 3, 2, 1, és tessék. És azt mondtad, hogy még egy vizsga van hátra? Egyetlen egy vizsga van hátra, utána enyém a világ. Ó, izgulsz? Hát egy picit. Annyira, mint most körülbelül. De készültél rendesen? Hát, hogy fogalmazzak? Fogjuk rá, anyukám hallgatja a rádiót, szóval teljes mértékben ott voltam a toppon. Tudod, hogy a tanulás a tudás anyja, ugye? Tudom, azt is, hogy magamért tanulok. Úristen, mennyi köze. Mész majd valahol utána nyaralni? Hát, lehet. Lesz hatalmas bulizás? Hatalmas buli, hát az biztosan. Barátokkal, barátnőkkel? Meg barátokkal, mindenkivel, szóval jó lesz. Ó, de jó hangzik. Pasid van már? Sajnos nincsen, várok az igazira. Anya tud róla? Fú, szerintem... Hogy ennyire anya? Anya tudsz róla? Jó, nagyon jó van. Tök ügyes vagy, tényleg, jól játszottál. Az egyik legjobb voltál mostanában, akivel játszottunk, Anikó. Le is tett? Le. Wow! Bizonyám. Ügyi voltál, tényleg, Anikó, nagyon jól játszottál. Féltem, hogy a végén belendülsz, és kimondod a tiltott szavakat, de nem, nem tetted. Figyelj, én alibiztem, mentem előre, mint a gőzmozdony. Jaj, de jó, úgy örülök, fiúk, hogy jaj. Jaj, na, de jó. Mit szólsz? Szép kis ajándékcsomagot adunk neked, jó? Köszönöm szépen. Régóta szeretted volna már? Hát egy ideje. Ja, igen, most van, ki lehet mondani, egy ideje. Ja, kicsit úgy készült, hogy soha nem mondod ki, igen. Egy ideje. Most már mondhatod. Jó, küldjük neked. Oké, okay, köszönöm szépen. Ciao, nagy kalappal a vizsgálat. Sziasztok. Gyerekek, ügyes volt. Nagyon. Ő tényleg kifejezetten jól játszott. Mindig úgy szokott lenni, hogy belendülnek, és akkor kimondják, nem? Ott a vége felé már kiengednek, de Anikó nagyon ügyes volt. Nagyon koncentrált. Igen. 6 lesz a pontosan 7 óra. Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk Ákos híre után. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Csütörtök van, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
itt vagyunk, és kezdjük. Illetve pontosabban már elkezdtük, csak most folytatjuk. Vagy most kezdjük? Hát, vagy kezdjük, és már folytatjuk egyben? Vagy kinek kezdés, kinek folytatás? Azt javaslom, ne vesszünk el a részletek. Ezzel egy másfél-két órát én simán el vagyok. Egyébként átfelett két hőlégballon, autósok vigyázzatok, dugó alakulhat ki, tokodon süt a napocska már, Betty tokodról. Aztán M1-esen rengeteg román. Könnyű megismerni 70-nel a gyorsávban. SMS-be jött. Köszi a fóton. A Keleti Márton úton a benzinkút után Magyarót felé trafiznak, a reklámautó mögé bújva, valamint baleset van az M1-esen Budapest felé, rendőr, tűzoltó, minden, ami csak kell, úgyhogy nagy a dukó. Joki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Joki, milyen jó, jó ez a név, nem? De kár, hogy a Dallas már nem. Nem folytatják, mert nem volt elég néző, úgyhogy sajnos vége az új Dallasnak. M3-as 203-as kilométernél a Hajdúnánási lehajtónál trafíznak Budapest felé. Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen, Fóti filmgyárnál mérnek, és azt mondja, hogy Jani kimondta, nem mondta ki, azért azt ne halljátok bele, ami tényleg nem történt meg. Tudom, hogy sokan irigykednek. Nem, ezért élnek benneteket az indulataitok. Igen. Azt mondja, hogy Dani vagyok, 18 éves, labdarúgó játékvezető. Nagyon szép. Nagyon jó. Nagyon jó. Gratulálok. Igen, ő még szerintem a játékra jelentkezett. Igen. Nadal Oca háromszoros volt, Gyoka 1-3. Baszki, csak azért mondom, hogy érezd a korrektséget. Hogy mondtad? A korrektséget. Hogy mennyivel esélyesebb volt tegnap a mérkőzés. És azt hallottad? Mit mondtad? Valamelyik visszahallgatja. Nadal Oca, Gyoko. Aha, jó, tehát, csúnyan, hogy... nem mondtam csúnyán, csak úgy hallottatok, amit egy csúnyán mondtam. Nadal Oca 3, Gyoko 1-3. Te nem csak, úgy látszik, nem csak ő, hanem a zsűrűs én is. Te nem baj. Szerintem két szót egyben mondtam, és azért hallottatok. Gondolkodom, hogy melyik kettőből jön ki. Hát, hogy ilyen Tourette szindrómám, vagy csak így mondok egy ronda szót, és nem veszem észre, és hirtelen teljesen mertem karácsony, aztán már káromkodni kezdek. Van ilyen, lehet? Simán, velem, annyi minden furcsaság van. Tudod, csak azt akartam mondani, hogy háromszoros volt a Nadal, és egy, most megint rondát mondtam? Most nem mondtam semmi, nem? Nem. De semmi. Miért? Ártott neked a feléd? Sanyi, miért beszélsz róla? Most komolyan. Nem, értem, hogy bánt ez a tízeske, amit elmondtál. Nem, bánt, csak a korrektségre szeretném felhívni a figyelmet. Na mindegy. Na. Figyeljetek, na akkor menjünk tovább, egy lónyerítés kellett volna. De most tényleg figyeljetek. Kösz. Nagyon, nagyon kapaszkodjatok meg, mert nagyon komoly. Vojt Ágiról találtam egy cikket, ő ugye Bodrogi Gyulának az ex-felesége, kiváló színésznünk, akinek van egy nagyon híres rokona. Tippet szeretnék kérni, Vojt Ágina ki lehet az a nagyon híres külföldi rokona, aki hát most egy cikkben közösen szerepel, a külföldi rokon nem sikerült megszólítatni. Megmondom összetett, hogy én már tudom, és engem sokkolt a hír. Vojt Ág. Szinte felfoghatatlan nemzetközi szenzációról van szó. Nemzetközi szenzáció. Annyit segítek, hogy ő is színésznő. Tehát ebből is látszik, hogy a rokoni vér, és ugye úgy működik a dolog, hogy komolyabb újság, bulvár újság, mérték adó újság. Ők aztán nagyon komolyak tényleg. Mondom neked a levezetést, és hát, ha így elérsz a célhoz, Vojt Ági örmény rokonokkal büszkélkedik, illetve örmény származású, és ott azt mondják, hogy a Vojt örmény név, és állítólag, aki ezt a nevet viseli, mind rokon az egész világban. Na most az vagy színésznő, akit keresünk, a nevében neki már ez nincs benne, de az édesapja nevében benne van. Na várjál, ezt megfejtjük. Azért, figyelj, mert filmes, figyelj, te filmes figyelj, a dolog. Na várjál, összefogja. Van Vojt Ági. Vojt Ági. Ugye igen, a Vojt név a kult, szó, igen, ez egy örmény név, ott azt mondják, hogy John Vojt. Igen. Az apja. Bizony. Bizony, igen. Vojt Áginak nem John Vojt az apja. Nem na jó, de hogy a rokon az John Vojt. A színész. Igen. Az amerikai színész, ő pedig a ki az? Angelina Jolie. Hoppá! Az apja. És Vojt Ági és Angelina Jolie. Rokonok. És ott van. Két tojás. Na ne, ha melyikük, ne. Melyikük az Angelina, és melyikük nekem az Ági? Túl sok, én már néha így is úgy érzem, hogy valami... Basszus! Ez egy idősebb kori kép Angelina Jolie-ról, vagy pedig itt nem, kérdezni. Ez Vojt Ági. Tehát John Vojt, Vojt Ági, és akkor Vojt Ági és John Vojt rokonok. Felgöngyölítetted a szál. De ilyen blatt. Alapon Phil Collins és Rákai Filip is rokonok nagyjából, nem? Tehát és Filip... Nem, ha igen, tehát a kis túlzással, nem? Tehát hogy rokonok.
és egyébként Phil Collins apjája a Philips jár, de a Philips trónörökös, unokája pedig Rákai Philip. Tehát mi? És mindannyian filippinok. És mi mindannyian filippinok. Így van, de ez hogy? Hát, srácok. Na, mit szólsz? De ha egyébként, ha megnézed a képet, mutatom, nézd meg Vojtágit és Angelina. Egy az egybe. Ugye? Egy az egybe. Tehát, hogy komolyan mondom, elgondolkodni. Ugyanúgy a szál van szájuk középen, érted? A két szem ott az arcuk kellős közepén majdnem. Tehát, hogy szét, az az orra, hogy ketté osztja. És mit ír ez a hihetetlenül igényes, nagyon mértékadó, rohant hiteles bulvárlapok, az elmúlt három évben egy szó nem igaz, annyit nem írtak rólam. Mit írnak? Az első bekezdésig jutottam el, ott én megakadtam a levezetésnél, hogy a Voight név örmény, és hát akkor John Voight, és a lánya Angelina Jolie. Nem tudom, hogy azt mondja Voight, hogy mindegy, hogy GH-val, GHT-vel, vagy TH-val. De ők mind rokonok. Ők mind azok, és hogy hát ilyen ez. Amikor az ős erőből, tehát az örmény erőből szakad annyira fakadó szín és tehetség elnyom mindent. Figyelj, és amikor itt forgattak, Angelina és Brad is, akkor még ez így nem derül, akkor nem találkoztak egymással? Vagy csak úgy mutyiba? Egy-két SMS? Szia, Ágika! Ági, itt vagyunk Magyarországon. Ez a mi titkunk, egyelőre nem szeretjük a nagy felhajtást a médiában, stb. De titokban már találkoztak. De lehet, hogy összefutottak valahol. Valahol összefutottak. Ági, Istenem, egy év után. És azt írja a bulvárlap, hogy akkor megtörtént a kapcsolatfelvétel, vagy hogy akkor előbb-utóbb találkoznak, és mint a Brad Pitt és Bodrogi Gyula majd együtt részegednek le valahol Los Angeles külterületén, ha meghívják őket magukkal. Szerintem igen. És a Bodrogi elmegy a vadászpuskával kettőször a levegő belül Los Angelesbe, és Braddel elmennek vadászni, vagy hogy lesz? Vagy látták már őket esetleg ebben a bulvárosságban négyen vacsorázni? Hát, Brad, Angelina, Bodrogi és a drága ex-e, vagy a felesége. És én ki vagyok. Süssi a sárkányt! Szó. Gyula bácsi, ezért egy híres Los Angeles érte. A nevem is annyi, csak süssi. Na, és mutatom a tüzet mutatom. Hozzák a poroltot. Egy kis kandírozott vackor. Bodrogi úrnak. Hát, srácok. És azért. Az ő közös apukájuk volt egykor Karol Wojtyla. A pápa. A pápa. Wojtyla. Igen, örökbefogadott gyermekük Wojtyla, nem? Tehát, hogy akkor vannak hasonlóságok. Föl lehetne állítani a Wojt és a Wojt családfát egyébként. Tehát, hogy itt lennének még hasonlóságok. Brad, ő kihez tartozik? Hát ő így nem család, ő ugye úgy, mint a Bodrogi, tehát ő csak beházasodott ebben a nagyszerű örmény családba. Nincs valami kenyeres, nincs valami ilyen nálunk. Kenyeres Laci, kenyeres Tibor, híres színű, nem tudjuk őket így nagyon-nagyon összehozni mindenki, és kiderül, hogy mindenki mindenkinek a rokona. Mindenki mindenkinek, óriási. Hát ez szép. Meg kellett osszam vele. Hát, de Feri, most komolyan sokkolt az egész ország. Ugye, de azért engem is, hogy annyira szép az egész sztori. Gratulálunk. És nem lehetne akkor, tehát akkor a művésznek nem lehetne esetleg így jobbról be, vagy balra ki, vagy ilyesmi szerepet adni a következő filmben. Az unok augának a nem tudom, hogy minek számít ő következő filmjében. Szerintem annyira szép lenne. De érted, a család tartson már össze. Nem? Igen. Hát hogyne? Igen, mert nem sok mindenkit hoznak még össze mindenki, hogy Brad Pitt, Pitti Katalin, azt írják. Hogy ott is nagyon van egy nagyon komoly hasonlóság, aztán hívjátok Flütkot, hozza haza Angelina. Így van. Tehát, hogy jöjjön haza Angelina. Nem? Tehát, ha itt vannak a rokonai, akkor ezt igenis vállalja föl. Nem, ne csinálja ezt, igen. Brad Pittet Pittinger, és egy Brad Pittinger, és na jó. Hát tényleg, ez így. Sok mindenkit lehetne sok mindenkivel összehozni. Clooney nem Kulka. Hát, na, ez nagyon távol. Az nagyon távoli, de jó, de hát már másképp írják. De úgy is lehetne, hogy Brad Rogi Gyula. Brad Rogi Gyula. Tehát, hogy Brad Rogi Gyula. Brad Rogi Gyula. Tehát Brad Pitt, Bodrogi Gyula, és a Brad Rogi Gyula lesz a kisgyerek majd, ha családon belül egy újabb gyereket örökbe fogadnak, ő lesz a kis Brad Rogi. Szerintem egyébként, hogy Brad Rogi.
Szeretem. Én egyébként a művészen a nevében megmozgatnám ezeket a családi szálakat, és elintézném, hogy végre Boldogi Gyula szinkronizálhassa be Brad Pittet a következő filmjét. És hát akkor már jönnek a nagy közhelyek, hogy akkor ha átmegyünk más családfa állítás, akkor ugye Chuck Norris eltitkolt fiai. Nem Chuck Károly. Innen meg már elindul. De az már önmagában egy tagadás, ugye? Igen. Chuck Norris eltitkolt fia, nem Chuck Károly. Tehát, hogy nem. És a közös felvők pedig Chuck. Hallod, de egyébként az milyen vadhajtás már? Tehát, hogy az egy elég erőteljes oldalági vadhajtás, nem? Hát, korszak szerint nézd, akkor Chuck Máté, aki kitántorgott valamelyik őse. Amerikában lett belőle Chuck Berry, színes bőrű. Igen. Chuck Berry félrelépen, és abból Chuck Norris, és akkor ilyen nem Chuck Károly. És visszatért a kör. Chuck Mátétól nem Chuck Károlyig. Azt a mindenit, milyen csodálatos családfa már, nem? Egyszerűen hihetetlen. Nem Chuck Károly, Chuck Elemér törvénytelen fia, és Chuck Norris féltestvére, írja valaki. Na jó, oké, hát ezt megbeszéltük. Ezért érdemes ezeket a bulvárlapokat lapozgatni egyébként, mert mindig talál benne valamit az ember. Nem? Te is benne vagy ma. Én is benne vagyok? Aha. Jót írnak? Nem. Ha már megkérdeztem. Komolyan? Mutasd. Ez ami lehet a telefonjában? Igen. Kategória? Igen, azt találgatják, hogy mik lehetnek a telefonodban. Milyen régi fotók, milyen dokumentumok, milyen kis bejegyzések, stb. Ja, ők azok, akik igen, akik mindenféle tényleg. Mi lehet a telefonomban? Aha. És akkor vannak kis képek a nejedről, bénejedről, gyerekekről. És miért lenne az én telefonomban Vágó István képe? Azért, mert ez alap majdnem olyan szellemes, mint a Ludas Mutyi című előadás. Ők már nagyon-nagyon szenvednek. Nagyon szenvednek, hogy mit találjanak ki, nem? És beraktak mindenkit kikockázva. Na, egy érdekes hír ezek után. Ez se volt rossz egyébként. Lehet ennél érdekesebb? Nehéz lesz ennél érdekesebbet mondani. Elkészült az első kutya társkereső applikáció. Na most ugye ez nem arról szól, hogy a kutyádnak tudsz te társat keresni, bár akár ez is benne lehet, hanem az alkalmazás lényege annyi, hogy telefonon megmutatja, kik sétáltatnak éppen a környéken. És megtudhatsz alapvető információkat egyébként a gazdikról, de kiderül egy-két információ természetesen a kutyáról is, tehát hasonlóan, mint például a Tinderen, ahol ugye, mint tudom, alkalmi kapcsolatot keresel, és ott, ahol fönt vagy, akkor mindenki tudja, hogy ez miről szól. A kutya társkereső oldal arról szól, hogy megnézheted, hogy ki sétál kivel. Regisztrálok, beírom, hogy milyen kutyám van. Milyen kutyám? Fontos. Megcsinálod a saját profilodat, saját és a kutyát profilját. Fényképet föltöltök, nem érdekes. Egy szikla kiesett a száma. Annyi baj. Fényképet föltöltök, beírom, hogy... Így van, tehát beírod, szuka. Hogy Feri 45... Érdeklődési kör szuka. Fölül bozontos, alul nem bozontos. Alul is bozontos. Kell. Igen, sétáltat egy mit tudom. Várj, aposomnak a kutyát kölcsön tudom kérni, a 50-t, aki egy gyakorlatilag kezelhetetlen ilyen angol vadászkutya, hogy hívják ezt a... Beagle, azaz. Beagle, aki nyilván egy rohadt verebet nem tud elkapni, bocs, 50, de... Viszont marhajon mutatnak, amikor 40-en szaladnak egyszer. Na, most nem tudom, hogy ez egy kutyás társkereső kutyusnak találjunk randit álca, vagy egy párosodjanak a kutyák, mert ezt egy kutyaprogramozó megcsinálta, és közben úgy adta el az egészet egyébként. Ült a számítógép mögött egy magyar vizsla, ő létrehozott egy applikációt, hogy legyenek végre kutyabaráta, és az egészet úgy adta el, mint egy ember ismerkedjen az emberrel, de közben mindegyik kutya. Ez egy álcázott emberi társkereső szerintem. Leginkább. Nagyon szépen álcázott emberi társkereső. Tehát látod, hogy a szomszédasszony 23 éves miniszoknyában sétáltatja az ők is zsárpej kutyáját, vagy jorkiát, akkor te kimész, és te meg pedig megsétáltatod a te kis bobtélodat, és akkor egymásra tudtok találni. Hát vagy kölcsön kérsz két utcával lejjebb az egyik ismerőstől egy kutyát, hogy neked is legyen kutyád, és másnaptól te is kutyás lehessél. Várj, és hogy mondjuk én bejelentkezem, és te is fönt vagy. Igen. Nem jó. Mondjuk te fönt vagy, meg fönt van a szomszédasszony. Vagy én fönt vagyok, és a szomszédasszony fönt. Most miért dobtál ilyen gyorsan? Ez most nem esett, ne egymással menjünk már a patakpartra. Tehát próbálok egy nőt találni ebben a történetben. Ki legyen a nő? Legyen a nő. Leszel a nő, vagy legyen a Feri? Ha a kutyás nő, vagy Tóth Vera. Van kutyája. Igen, van kutyája. Azt hiszem, egy gyönyörű boxere van. Aha. Most miért a Tóth Vera?
Hát beüljutott az eszembe, akinek van kutyája. De Méres Alexandrának is van. Méres Alexandrának, de nem akartam ismertet mondani, csak arra gondolok, hogy hogy megy ez a dolog. Én rád nyomok, és elhívlak, hogy gyere sétáljunk. Na, hogy bökhetsz? Úgy, igen, mint bökhetsz. Elvileg bökhetsz, igen, csak a tappancsodat ráteszed. Uh-huh. Nem már. Hát a tappancsodat. Aha. Tappancsal megbököd, és közös sétára hívod. De nagy. Játékos üzenet formájában. Nagyon bejössz nekem, wow, wow. Nagyon bejön a kutyád. Igen. Igen. És ha éppen szeretnéd elkerülni a tüzelő kutyákat, vagy a gazdi nagyon tüzel, és te nem akarsz vele találkozni, mert tudod, hogy Ica a negyedikről mindig tüzel, akkor oda megyek. Elkerülheted a tüzelő kutyákat, mert ő mondja, hogy én most sétálok a tüzelő kutyával, a tüzelő puncimmal. De... Ja, igen. A kutyának a... Igen. Ja. Mondja ezt magáról a kutya. Igen. Igen. A kutya. Wow, ja, wow. Hát hiszen a kutyák csinálták az egészet. Akkor megyünk ezen, ez a kutyák csinálták, így van. Ez, van ez egy kutyák által írt program, én ebben biztos vagyok. A tappancs, a megbökés, megtappancsolás, azt gondolom, egy ilyen stilizált kutya tappancs. Egyértelmű. És a tüzelő kutyának a jele az mi? Vajon? Hát az mi, most egy mit tudom én, egy párolok ki valami, párolok egy fellő a kutya farka neked kell, alól. Neked kell? Illik, ha kutyád van, azért tüzelő kutyát nem szoktak levinni a többiek. Tehát ha te kutyát tüzel, akkor azt illik máshol sétáltatni, mert az olyan, mintha mit tudom én, 100 kiéhezett pasi közé bevezetnék mondjuk Naomi Campbellt mesztelenül. Aha. És a kutyát, ha kankutyádon elrohan, nem tudod visszahívni. Tehát tüzelő kutyát nem illik olyan helyen sétáltatni. Hogyha sárlik a lovad, akkor is szólni kell a lovardába, hogy vigyázzanak. Nehogy aztán valaki ott csúnya dolgokat csináljon. Ezt kutyák csinálták tényleg, vagy emberek? Engem ez érdekel. Milyen alkalmazás ez? Egy burkoltárs kereső? Picit úgy képzeled el a fejlesztőt, hogy ül egy dalmata. Igen, ül egy dalmata, egy vízla és egy bégő. És speciálisan neki készített gyakorlatilag egy ilyen Bösendorfer zongora hosszúságú billentyűzeten, hogy ne nyomjon le a mancsával egyszerre három gombot. Szépen így programozgat. Na, hogy tudnánk ezt a dolgot kipróbálni? Egyedül neked van kutyád. Uh-huh. Én ki tudom próbálni. Szívesen kipróbálom. Csináld azt, hogy... Felkötök egy Benének van egy csomó plusz kutyája. Felkötök uh-huh. egy damira egy plusz kutyát. És kimegyek. Ez már idáig jó. Jól hangzik. Damil. Lehet vastagabb is éppenséggel. Egy pórázra. Vagy mi úgy csinálsz, ki akarom próbálni ezt az applikációt. Egy nagyon pici kis kutyácskád lenne. Jó. Tehát, hogy mit tudom én, egy kis yorki, vagy egy ilyen, erre, hogy hívják, egy veszti, vagy mit tudom én. Ezek a nagyon pici kutyák. Ezekben nem vagyok, megmondom őszintén, nagyon otthon. És úgy csinálnám végig, mintha kabátod alatt jó, lenne. Jó, ezt megcsinálom. Mert van a kezed, mint Napóleonnak. És akkor így tudod, így mindig... Nyugtatgatod néha. Még nagyon félős, nagyon pici. Jó. Vagy húzok magam után egy plusz kutyát, az lenne a legjobb, és ki lemegyek. Na most, ha én fölmegyek erre a társkeresőre, ugyanúgy kell ismerkednem, hogy a kutyák ismerkednek? Tehát látom, hogy ott sétál Gabi az ő kis biglüljével. Én oda megyek, és nagyon elkezdem csóválni a farkam, és körbe szagolgatom Gabi. És körbe pisillet. Igen, és elkezdesz rettenetesen riszálni a sekérdet. Jobbra-balra, nagyon részlet. Ott twisztelsz ezerrel, szagolgatod. Hallgass, hogy ahogy tudok szimatolni, figyelj. Hallottad? Ez most a mostani találmányom. A Bennyvel fedeztem föl, amikor birkóztam vele. Figyelj, hallgass, figyelj. Fúj egy nagyot, meg nyugvásként. Azzal. Becsuktam a szemem egy az egybe. Úristen. Figyelj, most csináljuk azt, hogy így nagyon szagosz, és valaki meleg vizet önt a cipőmbe. Basszus! Szóval, hogy körbe szagolgatjuk mi is egymást? Igen. Honnan tudja, hogy én az applikáció miatt mentem vele? Visszajelöl? Hát ez egy megbeszélt találka. Igen? Uh-huh. Igen. És hát ugye a kutyákról ugye, rögtön be is fogjátok tudni azonosítani a másikat. Akkor van probléma, hogyha valaki más megy, hogy ugyanolyan fajtajú kutyával. Hát ha ugyanúgy szaglik, akkor... Egyébként gyerekek, kutyasétáltatás közben nagyon jól lehet csajozni. Kutyával is gyerekkel. Kutyával, gyerekkel kíván. Én mondjuk gyerekkel sose. Az eleje jó. Tehát nekem az nem ment, nincs, mindig csak szánakozó pillantásokat kaptam, hogy na, elhittem, hogy gyerekkel majd annyira lehet, és balomon a Benny, fogom a Noel, és na, nézd már kettő. Jól elkaptát. Én még nőtől elismerő pillantást nem kaptam, úgyhogy gyerek vagy. Na jó.
jó van, neked is vége már két gyerek. Már a 21. század. De hogy azért kutyával tényleg lehet. Tehát oda mész, beszélgetsz. Hát főleg, hogyha cuki. És a két kutya, ha egymásra talál, az valahogy egy kapcsolat már a két gazda között is. De szeretnek együtt játszani, működik. Te is szívesen mész. Igen. Figyelj, amikor elmész mondjuk egy kutya kiállításra, vagy mondjuk választani akarsz magadnak egy kutyát, és fő szempont az, hogy tudjál vele csajozni, akkor arra figyelj, hogy amikor egy nő meglátja azt a kutyát, és azt mondja, jaj, de kis édes, megzabálok! Na vele én nem akarnék randizni mondjuk, de... Na, akkor menjél arrébb, és azt hagyd. De tényleg, nem, ha azt mondja, jaj, de kis édes, megzabálom, akkor azt mondja, hogy értem, hogy nem nincsenek ez itt túl sokat. Igen. Akkor erre ezt kell mondani. Elnézést, hogy az elég is csak fényes nappal van. Basszus, most jöttem a klótyóra, és elfelejtett a felhozni, cím, hogy leharagudjon. Értem, hogy hagyd mutatkozzam. Szóval, cuki kutyával lehet. Cuki kutyával lehet. Nekem francia buldogom volt, vár akkor párkapcsolatban voltam. Exemmel. De gyerekek, a francia buldoggal bármit meg tudsz csinálni. Tehát a francia buldog... Már bocsánat, de nagyon kukizó nyelv. Zártérben nem. Tehát, hogy zabálják a csajok. Zártérben nem kukizik. Nem, én voltam, Jodában. Zártérben nehéz vele. A csajok imádják, francia buldog, kint van a nyelve. Folyik a nyelve. Folyik a nyelve. Folyamatosan pukizik. Az egész kutya egy szexuális aktus. Mindig nedves. Igen, tényleg, egy francia buldog az önmagában egy szexuális aktus. Én akkor azzal nagyon sokat tudtam volna csajozni. Mert hogy az valahogy lehajoltak hozzá, bírták, megsimogatták, mindig körbe szimatolták. Igen. Utána foglalkoztak a kutyával is. Nőben is ez az ideálom, melyik a folyamatosan pukizóra fögő, hatják nazálisan. Nem, a mindig negyő. Szóval lehet csajozás. A kutyával lehet csajozni egyébként. Igen. Milyen jól eladták egy burkoltáskereső, nem? Tehát ez a kutyusok tappancsal nyomjanak egymásra, ugassanak kettőt lehet. A levegőbe, és akkor nézzük meg, hogy lesz-e kutyás közös étáltatás. Jó, ez lehet egyébként egy bordai doggal, vagy egy boxerrel, már nem biztos, hogy ennyire lehet csajozni, mert ott addig aranyos, ugye, meg addig cuki, amíg meg nem rázza a fejét, és ilyen negyed liter nyál nem fröccsen szét minden. Mert néhány másodperc, hogy ha becsukod ilyenkor a szemed, és kinyitod, azt lehet, hogy mindig az orráról csüng egy ilyen, hogy hívják. Jó, de akkor adsz egy zsepit a csajnak, megtörlöd, fölajánlod, hogy jöjjön be, nálad meg tudod fürdeni. Jaj, bocsánat. És a mellén élis. Uram, vigye innen a kezét. Na, megkérdezzük hallgatóinkat, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy kutya sétáltatás közben kinek milyen tapasztalata van, hogy lehet ismerkedni, van-e furcsa kutya sétáltató a környéketeken, sikerült-e valakinek valaha becsajozni tényleg kutya sétáltatás közben, vagy hogy egyáltalán hogy képzelitek el ezt az applikációt, hogy működhet? Hogy mind a ketten lehajoltatok egy-egy zacskóval ugyanazért a kakiért, és összeért a homlokotok. Na ezt pont ezt akartam, hogy gyerekek, hogy szelled ott a kakit, és aztán kézenfogva tovább mentek, vagy mi? Nem, hát amikor megismerkedtek, és egy nagy kutyasétáltatásból a patakparton aztán nagy szerelem lesz. Aztán van olyan kutyás gazdi, akit elkerülsz, mert elmebeteg, vagy a kutyája hülye, vagy a gazdi hülye, és nem akarsz vele együtt sétálni. Ilyen hallgatók SMS-eit is várjuk, amikor tényleg menekülsz, mert ilyen is van. Látod, hogy ott van a hülye a kutyájával, és inkább kerülsz egy tömböt, de nem akarsz vele találkozni. Vagy bolond, vagy a kutyája őrült. Hány ilyen van, nem? Igen, de képzeld már el a szituációt, hogy minden nagyon jól alakul, már tényleg azt látod, hogy most már mindjárt telefonszámcsere, és akkor a kutyát szépen legugol, kicsit kitopogja maga körül a füvet, jobbra néz, balra néz, aztán pedig kigúvasz. Tol egy raklapnyit. Annyi nincs annál gyönyörű, egy nőnek úgy elkérni a telefonszámát, hogy közben a kutyád ott gittel. De szentelen, akkor már túl vagytok mindenen, ott már nincs kínos csönd utána az első vacsoránál. És ha ráadásul nincs rendben az emésztés teljes mértékben. Igen, na várjuk azt. Várj, igen. János, várjuk az SMS-eket, jó? 7:30 pontosan 3 perccel, írjatok SMS-eket, ki milyen őrült kutyasétáltatóval találkozott, illetve sikerült-e már valakinek kutyasétáltatás közben becsajoznia, igen, hogy? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Bizonyám, csörög a kassa végre, nem csak nálam. Mert hát az ember, ha lemarad a megszólalás elejéről, akkor bizony fizetni kell. Jánosnak megszólalt a telefonja is.
elviharzott. Azt mondja, hogy ugye a kutyázásról, vagy a kutyássajózásról beszélgettünk, mert hogy előkészült az első kutyás társkereső applikáció. Nem tudtuk eldönteni, hogy itt valóban kutya keres kutyát, ember keres embert, vagy kellemeset a hasznossal a kutyát sétál egy másik kutyával, te közben pedig rányomsz a gazdira, aki tetszik neked. Arra jutottunk, hogy ez egy ilyen gazdibökéses, burkolt társkereső, persze válasz magadnak kutyát, bökél rá, hogy együtt sétáljanak, de közben azért, hát amíg a két kutya mulatja az időt, lehet, hogyha az ember facér, vagy szingli, akkor ő is tud egy kicsit csajozni, vagy pasizni. Hiszen a gazdik profilja is felkerül, a kutyát profilja merre ter az oldalra, vagy feltöltheted. Ha két kutya nem jön ki egymással, tehát hogy van ilyen a kutyáknál is, nem, hogy gyűlölik a másikat, ugye? Hogy nem. Hogy nem. Van ilyen, hogy persze, ütelják. Csak nézem, hogy a pénztárcáját veszi elő a János. Nagyon korrekt. Igen, mit akartak kérdezni? Hogy két kutya, ha gyűlöli egymást, a gazdik viszont elkezdenek vonzódni, akkor ott mi a teendő? Tehát a két kutya látványosan kétfelé szalad, amíg te csapod a szelet a gazdájának? Attól még azért lehet. Ha két kutya, ha gyűlöli egymást és nem ölik meg egymást, akkor maximum nem játszanak. Tehát olyan nagy baj nincs, attól még azért a gazdik egymásra találhatnak. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, ugye arra kértük őket, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy lehet-e kutyával valójában csajozni, kinek mi a taktikája, hogy küldöd oda a kutyádat egy másik kutyához, ha tetszik a gazdája, és volt-e már valakinek sikerélménye kutya sétáltatás közben. Egy lány nagyon tetszett, egy közeli szoliban dolgozott, gondoltam, becserkészem a bohóc francia buldogom segítségével. Már majdnem a célban volt, amikor egy orbitális lecsós és pralinét rakott a küszöbre. Fél órán átsúroltam nyomorúságosan, a csaj sem jött össze, a kutya megvan. Ezt Zoli küldte nekünk. Mi azért költöztünk többek között vidékre, mert a kutyás öreganyám felállította a másfél éves gyereket a játszótéren, és leültette a padra a kutyáját. Ezt Laci küldte nekünk. Nem egészen témába vágó, de minden esetre szellemes. Minden reggel sétáltatom a kutyám egy bácsival egy időben. Az ő kutyája tegnap belekakilt a fűbe. Bácsi elővett egy papírzsepit, gondoltam, milyen jófej gazdi, nem hagyja ott, de nem így lett. A bácsi kitörölte a kutya fenekét. Ma már fél órával később mentünk le. Jézus! Ezt Alexa küldte nekünk. Itt van Felicián. Hello, jó reggel! Ciao. Hello, sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Hello, te is sétáltad minden este kutyát? Én nekem minden este, ez az állandó programom. Na, és sikerült már valahogy becsajoznod ezzel? Természetesen. Ez így a legegyszerűbb. Na, hogy csinálod? Úgy, hogy mit tudom, mondjuk mondom a kutyának halkan, hogy futás, a kutya odafut a csajokhoz, én úgy teszek, mintha mondanám, hogy Zsömi, gyere vissza, persze a kutyát az abszolút nem érdekli. Kutya az ott marad a csajoknál, én úgy teszek, mint a kutyát akarnám visszahozni, oda megyek a csajokhoz, elmondják, hogy jaj, milyen cuki, jaj, de édes, jaj, és akkor ott elkezdünk beszélgetni, visszakísérem őket a kollégiumhoz, mert ez ilyen kollégium közelében van, bejelölőmeket, és már csetelünk is, és minden este kijönnek. Ó, és csak ennyi, hogy Zsömi futás. Persze, Zsömi futás, úgy teszek, mintha mit tudom, a kutyát akarnám visszahozni, és ennyi. Uh-huh. Semmi extra. És most ki az áldozat éppen, vagy most kit? Hát most vannak 3-4-en, tehát ez így egyszerre. 3-4-en. Számít egyébként, hogy milyen csajnak milyen kutyája van, vagy a kutya tök mindegy, nyilván a csaj kell, hogy bejöjjön, nem? Szerintem a kutya tök mindegy. Uh-huh. Oda mész. Nyilván egyébként tényleg, hát most az, hogy francia buldog, vagy sárpej, vagy tök mindegy, dándog, teljesen mindegy. Nekem is egy korcsom van, tehát. De jól csinálja, fut ha futni kell. Miről kezdtek dumálni, hogy mit teszik, mennyi, mikor jársz ide, ez a szokásos közhelyes dolgok? Ja, nem, mit tudom, hogy hol lakik, milyen gyakran szokott kijárni, hova jár iskolába, ilyen tök átlagos dolgok. És akkor majd elkezdem máskor is kijönem meg, hogy bejelöl Facebookon, visszajelölöm, rám ír, vagy én írok rá. Aha. Mi az elérési számod? Tehát, hogy ha mondjuk 10 lányjal így elkezded, mennyi jön össze? Én azt mondom, hogy 10-ből 5-6 a maradék, 4-5 az azért, mert van barátja, és azt tartja. Tehát. De 10-ből 5, akivel együtt vagytok, vagy voltatok alkalmikkal, megtörtént a dolog, tehát hogy beteljesült, igen? Az úgy igen. Hát de akkor gyakorlatilag ez 100%-ot jelent, mert ugye a szingliknél beszélünk alapvetően. Hát az akkor... Csak kell. Ez nagyon menő. Mit mondtál, Zsömi futás? Mert akkor Zsömi futás, az odafut. Zsömi futás, igen. Célszerű, hogy hívják a kutyátjának. Ja, igen. A Roxinak hívják, akkor Zsömi futás. Zsömi futás is ott marad. Ez nem egy Zsömi futás, és Roxi ott marad, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Nincs mit, sziasztok. Hello. Karrotin belecsípett hölgyismerősöm nőstény kutyája farába, mire mondtam 37,
tudja, hogy kell imponálni. Erre a hölgy 43, majd beleharapok én is a fenekedbe. Mondtam, rendben, csak érzéki legyen, azóta is harapdálja a fenekem hetente háromszor. Aj, hmm. Akkor ebből kalandett. Nekünk egy tacsink van, páromat a 70 pluszos nénik rendszerint megtalálják. Igazi csajozós kutya. Igen. Igen, Robi itt van velünk. Hello, Robi, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, na, neked mi történt? Vagy veled mi történt csajozás közben, vagy kutyasétáltatás közben? Mi 17-18 évesek voltunk, amikor így jártunk csajozni, hogy beraktuk az autóba a kutyát, és akkor úgy elindultunk ki a budaörsi lakótelepre. 18-18 éve milyen autó volt akkor? Ez egy piros Dacia. Barátom, ez egy fontos dolog. Barátom kölcsön kérte az anyukájától, és akkor abban indultunk csajozni. És ahogy mivel láttatok egy jó csajt, akkor mit csináltatok? Gyorsan félreálltunk, kirángattuk a kutyát a kocsiból. Ne várj, de hol? Tehát gyorsan mondták a kutyák, szájki, pórázon kihúztátok, és? És mentünk a csajokkal szembe, és akkor úgy elkezdtünk velük ismerkedni, beszélgetni. De fontos volt, hogy kutyás csajok legyenek? De persze, természetesen, hogy hát valahogy össze ismerkedjen az ember velük. Aha. Mondtátok, hogy zsömi futás. Persze. Hogy hívták a kutyát? Azt hiszem, picinek hívták. Hát ez 96-ban volt, vagy mikor ugye az a... Ja, pici. Igen. És milyen kutya volt? Hát egy kolcskutya volt, úgyhogy úgy kellett odarángatni, mert azt tudta, hogy miről van szó, ugye 5 percen kintungáltunk ki a kocsiból. Igen, most azt ne felejtsd, hogy nem te vagy a gazdája, tehát úgy nem csoda, nem ment. Hihetetlen durván bandáztatok a budaörsi lakótelepen egy Dacia-val, és ahol jó csajt láttatok, ott kirángattátok a kutyát. Ez kemény. Ott kiterte, aztán már mentünk is utánuk. És mi volt a találati arány? Hány kapcsolatod lett ebből? Ebből egy kapcsolat jött össze. Egy, igen. Az nem sok. Hm. Hát az nem. De azt el is vetted? Tessék? Azt el is vetted? Ja, nem. Milyen nem. Kutyája volt? Hú, hát ez már jó kérdés, ez már jó rég volt. Kit érdekelnek a kutyáknál? Miért mindig ezt kezdem, hogy milyen kutyája volt? A csomagtartóba betenni tovább tartott, mint a nevét kitalálni. Ja, én állatbarát vagyok, igen. Robi, köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Dacia-val budaörsi lakótelepen kirángatni a kutyát, kemény, igen. Gödöllő legforgalmasabb kereszteződésében sétálunk az ebrán, szemben csini csajok, gondoltam, ha átmegyek, leszólítom őket, félúton a kutya összefosta magát, és úgy kellett áthúzni. Jól kiröltek, nem igazán jól sikerült az ismerkedés. Staffordos Jason Statham küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Így ismertem meg a férjem 12 éve, a legszexibb kutyásrác volt a parkban, még a kutyáink is szerelmesek lettek, azóta kettő gyönyörű kislányunk is született. Hát ez mint a 101 kis kutya, ez olyan, amikor ugye találkozik már két gazdi, és akkor aztán abból sok kis kutyát. Kérdés, hogy ki a szörnyel a sztoriban. Hát, egyébként igen, Pongos, hogy hívták a csajkutyát? Ki volt? Pongó volt a fiú kutya, ugye? Igen, a 101 kis kutyában. Ki volt a csajkutya? Perdita. Perdita. Pongó és Perdita. Úristen. Mi ha megkínoztatok van, akkor se tudom, hogy Perdita. A büdös életben nem jövök rá. Igen. De az olyan kis hely ez. Roger volt a csávó, és a felesége. Jó, és itt fogunk jönni 10 óra, akkor, és akkor Feri még 10 óra, 2 perc. 89. kutya volt. Volt a Kémi. 90. az, ja nem előről. Majd nem. Mi volt a vezényszó? Zsömi futás. A lányom kutyáját szoktam nagy ritkán levinni, ha van időm. Van egy úr, nem fajtiszta kutyával, akitől menekülni se tudsz, mert ha csak meglát, és hiába kerülött ki messziről, hogy beszélgetésbe elegyedjen veled, utánad ered, vagy tudja, hogy merre kerülsz, és egyszer csak megjelenik szemből. Itt vagyok. Eszméletvesztésig mondja a saját gondjait. Ha el akarnád kerülni, vagy tekesnek, de minimum kommandósnak kell lenned. De lehet, hogy ő volt az fénykorában. Óriási. A kutyámnak is tanítom a fonaljárást, hogy ő is így csajozzon, és Jani küldenek. Ne felejtsétek el, domináns tonalitás. Ez a legfontosabb. Igen. Domináns tonalitás. Nem kitérni senki kedvéért. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, játsszunk már is valakivel. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia! Laci! Igen, szia Balázs, sziasztok! Hello, Laci! Hello, hello. Itt, hogy is hívjátok? Még egyszer, bocsánat? Semmi, a Jani humorizál, hogy hello Balázs, hello Feri, és szia te kicsi ott. Hogy is hívják ott téged? Lacikám, honnan hívtál minket? Békés Csabáról hívlak. Ez igen, gyönyörű Békés megye.
Így van, hát gyönyörű nagyon. Nem a szeméttel szegény. Jó. Próbál kukákat irítgatni, ezzel foglalkozok, és hát ezért mondom, hogy tele van szerencsétlen. Uh-huh. Vigasztad meg azzal, ami nem vigasztal senkit, hogy mindenhol ez van. Igen. Van a kukaszállítások, a szemétszállítások, és már valamilyen nagyon tudományos neve, hogy a titkár... Kommunális hulladékszállítás körülbelül, tehát ez a... Kommunális hulladékkezelő. Aha. Hát igen. Jól igen. Szólunk Békés Csabán, Laci? Micsoda, még egyszer, bocsánat? Békés Csabánt, hallgatsz minket? Ezek szerint nem, igen. Pont azért hívtam reggel Annát, mert egyszerűen olyan rosszul lehet hallani titeket, hogy nem is hallom a rádión, és akkor szerencsére telefonon keresztül tudlak hallgatni, és akkor kérdeztem, hogy lehet-e jelentkezni a játékot. Persze, lehet úgy, hogy szerencsére bekerültem. Elsőnek csörgettek, sokszor hallottam már, de most elsőre sikerült. Tudod, hogy nem kritérium, hogy tehát bennünket hallgatnak úgy külföldön, hogy tudják, hogy most játszunk, hát amióta egyszer valaki telefonfülkéből bumozott, hát azóta a gyerekek ad meg, mi minden lehet, a szilveszteri műsor van, bum, bum, ugye mondta, nem találta el a peskősülget, és mondta, Julam, hogy lehet, hogy mellélő, hát úgy, hogy egy utcai fülkéből beszélek. És nem látta a monitort. Mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berunén, jó, figyelj. Hallgatom, figyelek. Jaj, de helyes, egy kis osztrák kis falucskában vannak. Már Tibetben, mert ezek tibeti harangok. Nem azok. Ezek gyógyító harangok? Ez? Ez nem. Na, vagy nagyanyád remegő kézzel válogat a kristálypó harang között. Igen. Na, figyelj. Film lesz, jó? Nem nehéz egyébként. Rövid részlet, hallgass meg. Ó, úristen, mekkora klasszikus. Mekkora klasszikus. Mutatjuk. Mikor ez régi kéne, hogy legyen? Régi film, igen. Mutatjuk még egyszer. Mutatjuk még egyszer. Ismerős. Ajaj, persze. Jó. Jöjjön még egy? A légy szíves. Figyelj. Nem fog beugrani így sajnos. Egy kicsit hosszabbat kivettük a bögrét. Rendben. Hallod, most mindenki azt mondja, hogy hülye vagy, ezt tudni kell, de nem tudom. Igen, ezt mondják, de ne ostorozz magad. Így van. Annyit segítünk, hogy nem cirkuszos film. Nem. Hallgass meg. Figyelj, be fog ugrani, meg tudod csinálni, Laci, figyelj. Várj csak, ez a Rocky. Persze! Hallgass meg. Csak innen. Elkezd edzeni, beindul a futás, és így... Pedig szeretem egyébként, jó film. Ekkora film. Úristen, az összes. Nagyon jó. És majd fut fölfelé lépcsőn, mindig azt vártam, hogy az egyik csak egy félig meddig rakja rá a lábát, és hatalmasan taknyol, de nem. Hányszor játszottam? Az első részek a legjobbak, utána már kicsit gagyi egyébként szerintem. Én szerettem az utolsót is. A Rocky Balboa nagyon jó volt az utcsó. Igen. Jól van, a bögrén kívül megvan minden, és hát azt nem tudjuk elküldeni, de a többit megkapod, Laci, ügyes voltál, beugrott. Rendben, köszönöm jó? Szépen, jó vagytok, fiúk, köszi. Köszi a játékot, szép reggel. Szia. Ciao, hello, annyira el tudnám képzelni a Ferit például, hogy így felfut a Pákozdi emlékműhöz így estén. Csak elmondom, hogy ha mi a bajod neked? SMS témát csinálnak, hogy ki hol gyakorolt és hol futott a Rokit. Én a Florián téri aluljáróban futottam mindig föl a lépcsőn, ezek a nagy lépcsők voltak, tudod, amire három lépésből fölírsz. Ki hol futott a Rokira? A film után. Nagyon jó élet, Tatabánya téren. A feszületnél ott két lépcsőfok. 5 perc, pontosan 8 óra jövünk Gáborral, Ákocsi ide jutam. 8 óra múlt, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a Ferikési gyerekek? Az a baj, neki ez nincs fönt a tiltólistája. Nekem a jaj gyerekek is, a nem tudom mi neked a kézkenés fizetés. Basszus, ma már másodszorra jön be egyébként késve. Nincs a tiltólistáján. Nem. Csak elmondanám, egy nincs a tiltólistáján. Nem, másodszorra jöttél be. Másrészt pedig a hallgatókért dolgozom, érted? Amíg te itt páváskodsz ezzel a késéseddel. Sajnos, neked mi van a tiltólistádon? Nem kell be, így nem kell a mocskos pénz. Itt van 200, a kaki van a tiltólistámon, az unalmas témafelvezetés, tehát az két hétel ezelőtt. Jó, de a kakival egyszer se tudtunk megfogni, mert mindig letagadott. Mindig másra kell, nem? Ugye? Úristen. Igen, na nézzük. Nézzük az SMS-eket is, ezeken a Lottozónál Gödöllő felé mérnek. Szép napot, Szilvi. Trafi van az M7-esen, a 70-es kilométernél, a Gorzium pihenőnél, a Balaton felé autózó
állatokat vadásszák. Árpi apó küldte ezt nekünk. M5-ösen Budapest felé a gyári csomópontnál araszolás, okát még nem látom, óvatosan. Ezt Gabó küldte nekünk. Az M1-es Budapest felé megtelt, a nullásig tömött sorokban halad a forgalom. 50-es, 90-es sebességgel, olykor megállással, semmi esemény nincs, csak baromi sok az autó. M5-ös Szeged felé az M0-as lehajtó után csak lépésben halad, ezt Orsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Tudtok valamit a 10-es útról, meg sem mozdul. Hát a 10-es útról annyit tudunk, hogy közeleg az átadás ideje, gyerekek. Vagy távolodik, ezt még ugye nem tudjuk. Vagy távolodik, minden esetre nem sokára átadják ezt a körforgalmat. Hát mi azt halljuk, hogy ott nagy ütemben zajlik az építkezés, és készül a körforgalom. Júliusra volt az ígéret, de állítólag már ez egy kicsit eltolódott, mert... Csúsznak egy picit? Aha. Igen? Igen. Nagy. Nagyon, ez kicsit a mi körforgalmunk. Az kicsit a mi körforgalmunk, igen. Mondani akartam, igen? Bocsánat, hogy szabad, akkor vágok. Még közérdekű? Nem. Jó. Csak mondani akartam, hogy sok sikert szeretnék kívánni Szirota Jennifernek és Somogyi Remignek, akik jelenleg a Kárpátia Fesztiválra tartanak Lengyelországban. Ez egy nagy nemzetközi fesztivál, 11. alkalommal rendezik meg. Több száz dal közül választottak oda ki versenyzőket, és idén ők képviselik Magyarországot. Ez amit az Eurovízió? Igen, aha. Kb. 11 éves, nagyon komoly fesztiválról van szó. Menő. Az klassz. Az klassz, sok sikert kívánunk nekik. Na megnézzük, hogy mit hozott nekünk a mi Gáborunk, aki már meg is érkezett. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe Balázssal. Gábor, hello! Szerbusztok. Jó reggelt! Hello, szerbusztok, Gábor. Jó reggelt! Éppen nézem, hogy Ferinek új tetoválása van. Na, hát már nem új, és nagyon meglepődött, hogy ki lehet az a hülye, aki egy tehenet, egy disznót és egy kakast tetovál magára. Valóban kemény egyébként. Igen. Mondtam, hogy ez csak miattad van, Gábor, hogy szembesítselek a való élettel. És a hátán pedig van egy teljes egész hátas, két lapockás töltött dagadó is. Igen, meg egy bontási térkép. Valóban nem egyszerű ez a tetoválás, de Gábor meglehetősen diplomatikus, hogy csak ilyen finoman kérdez rá. Tehát, hogy mi ennél sokkal prostóbb módon tettük a Janival, amikor felfedeztük. Láttam az embereken, de ilyen kis hungarikumot még nem. Tehenet, disznót, kakas, még egyébként valóban nem tetováltatnak magukra sokan. De Feri bevállalós. És egy szép keretben van. Te mikor, Gábor? Kész, a teljes döbbenet van Gábor arcán. Mikor teszel magad a hajdinát? Így van, te mikor tetováltatod fel magadra az első szakajtó csicseri borsót? Csicseri borsó, húzakalász hajdina. Nekem ez a tetoválás mindig kérdés, mert ugye ez örök életre ott marad, nem? Tehát mi lesz, hogyha Feri egyszer vegetáriánus lesz? Nem fordul elő, mert akkor van vége a világnak, és akkor is egy emlékeztet arra. Tehát, hogy azt teszed magadra, ami fontos. Értem. Érted? És akkor is fontos lesz, ha mondjuk már másképp gondolkodsz róla, mert volt az életednek egy olyan szakasza, amikor ez fontos volt. Értem. A kakas. Aha, jó, ez az ennél többet. Tehát, hogy meg ne felejtsd el, a tehén. Ne felejtsd el, hogy a Feri egy életmódnak a szimbóluma, ezt a kart szent jobbként fogják tisztelni, majd a halálunk után igés körbeordozzák. Azok, akik még húsevők vagyunk ebben a világban. A Csabai kolbászfesztivál. Minden esetre érdekes, igen. Hogy vagy, Gábor? Köszönöm szépen, jól. Jön a nyár, és csökkennek az előadások, csökkennek a programok, és jönnek a táborok. Ahol te táborozók, hát egy-egy életmódtáborunk azért van, vagy belátogatok más életmódtáborokba, tehát van saját, egy nyáron, és lesz, ahol belátogatok egy-egy napra, egy már megszervezett életmódtáborban. De ott is előadás lesz, nem? Tehát, hogy ott is dolgozol. Te igen, nem igen. Előadás lesz, közös mozgásprogramok, séták, tanácsadás, beszélgetés. Elég sokan egyébként egyre többen szerveznek egészségtábort, egybekötve mozgással, masszázssal, hát ilyen fitnesszel, wellnesszel, egészséges dolgokkal, főzőkörökkel, beszélgetésekkel. És ilyen helyekre is meghívnak. És ilyenkor felrántod nyilván a kis túraszandálodat, a kis túrazoknéddal, a kis rövid nadrág fölött. Nem, azért nem mindenki, hordja a szandálzoknival. Gábornál ez az esély megvan, mondjuk. De nem. Ilyen nekem nincs. Nem hordod zoknival a szandált? Nyugtass meg. Nem. Jaj, de jó. Gyerek, reggel van zászlófelhúzás. Zászlófelhúzás.
Nem, ez nem, nem. Tábor. Számháború? Már lesz fürkésztábor. Számháború lesz a fürkész. Lesz a fürkésztáborban számháború. Fürkésztáborban számháború. Te is számháborúzol? Hát ez gyerektábor, tehát nem felnőtt. És te is beállsz ilyenkor számháborúzni? Iszonyatos a rohangás, miközben a bal kezeddel takarod a homlokod, egy tigris bukfencel bevetődsz a tuja mögé, csinálsz ilyet? Nem, nem, én inkább figyelem a technikákat. Van, amikor akár két vagy három gyerek ugye egymásnak feszül a fejével, és akkor így mennek, nem tudom, hogy hívják, ezt tanknak hívják, vagy különböző elnevezések vannak. Van, aki fejjel, tehát homlokkal a fűben, és úgy vonszolja magát előre négy kézláb. Ez mondjuk a fejének ismerős számot. Olyan technikák vannak. Ferenc, már csak mondják, mi van, Feri, megint számháborúzott? Uram, igazolja magát, mennyi a személy szám kell ismernek. Megmondom őszintén, én leszoktam menni a szemüvegem számháborúnál, és akkor eléggé nehezen, akkor nehezen látom a számokat, igen. Nagyon jó. Fürkésztábor is lesz? Fürkész. Gyertek, gyerekek, ma reggel a női zuhanyzót fogjuk kifürkészni. De rossz. Nem, ez egy gyerektábor, egészséges ételekkel, egészségneveléssel. Mi van a felnőtt táborban? Ott mi van? Reggel is este előadás van, napközben mozgásprogramok, jönnek edzők, esetleg masszőrök, ez még kérdéses, és tanácsadás. Vagy de este lehet olyat, olyan, hogy az ember még a tábor tűzén egy kicsit lerészegedik, vagy itt szigorúan nincs. Nem, alkohol nem kerül a táborba, és dohányzás nincs. És bemegy Marikához kicsit inzult hány. Ilyen, ilyen nincs, nincs. Hát aki eljön a táborba, az aláírja, hogy ezekkel egyetért ezekkel a szabályokkal. Ja, hogy olyan, aki a tábor előtt bemegy, és elásom magának egy rekes sört valahol. Ilyen nincs. Akik így gondolkodnak, valószínűleg nem jönnek el. De jön a gerendai, és kivezette. Karszalag és pépasszal tudsz fizetni. Tehát attól még szeretheted ezt a tábort, hogy beszélgetsz, és este megiszol egy sört, attól még nem. Hát az életmód táborban az alkohol azért az olyan messzár egymástól, mint te is a sport, Feri. Egyébként sokan félnek az életmód táborunktól, mert ugye látják, hogy egész héten ugye ilyen vegán, vegetáriánus étrend lesz, és felszerelkeznek mindenféle ilyen disznósajttal, egyebekkel elhozzák. Már hogy mondjam, a hátizsákokat kibérelik, és igen, elhozzák, hogy meg kell hozni a disznósajtot. De motozás van a kapunál. Be lehet hozni, tehát hogyha náluk van, vagy hoznak egy kis hűtőt hozzá, nem tudom. A lényeg az, hogy a tábor felénél rájönnek, hogy itt olyan ételek vannak, és olyan ízűek, hogy nem szükséges ehhez húst tenni. Hát plusz az esti mesztelen fürdőzés, ugye? Hát olyan sincs. De most nincs közös fürdőzés a bánya szóban. Az emberben van. Tehát maga a mesztelenség. A harmatos fűbe lehet. A szeretkezés. Hát azért az együtt jár. Hát, mezitlábas torna van. Mezitlábas torna. Igen. Majdnem ugyanaz. Szingli lennék, harmatos... én ott is odaérnék. Azért csak a harmatos fűben. De nézzétek, hoztam. Valami ott is csúra ment cseppen. Hoztam nektek most reggel egy kedves barátom, egy profi szakács készítette. Ezeket a vegi burgereket kóstoltuk. Láttuk, már sokan ették is. Egyébként húsevők is. Nélkül, gombás, búzás, egyebek. És éppen hallottam, hogy Feri mondta, hogy nem is olyan rossz. Mondjuk volt hozzá ilyen mártogatós. A mártogatós az nagyon kiváló. Ilyen fokhámos mandulatejszín volt, napraforgó tejszín, tehát azért lehet finomakat csinálni. És egy picit hús íze volt, Feri, vagy egyáltalán? Semennyire nem volt. Sajnálom. Hús íze, száraz búza íze volt a ízének. De tehát a gombásat ettél? Nem gombásat ettem, én direkt a búzásat kért. Direkt a búzásra voltam. Azért a vegaburgertől fölöltöttél. Hát picit ki is mentem háromszeret Parizájára. Nem, majd kíváncsi leszek a Balázs meg a Jani meg. De egyébként, tehát tényleg kiváló, egyetek belőle nagyon sokat, nagyon egészséges és nagyon finom. A szósz az jó. Mozogjatok, fürkészete. Fürkészgessetek, míg így csinálunk mást. Van egy érdekes kísérletünk. Részt vennél benne, Gábor? Hogyha nem kell mesztelre vetkőzni, vagy ilyesmi, akkor... Megfogunk téged, bekötjük a szemedet, szombat délután 2-kor csukjával a fejeden, leteszünk, leteszünk a Hári Fesztiválon, és nem jöhetsz ki 24 24 óráig nem jöhetsz ki a Hári. Te mit csinálnál egy ilyen motoros találkozó, csajok, pia, hamburgerek, és 24 órát kinat eltöltened? Olyan lehet, magányos lennél, mint én egy TV2 rócsón, nem? Lehet, hogy furcsán hangzik. És lesz rajta egy tábla, és az lesz rajta egy motoros köcsög. Ja, az összes, tényleg, az összes hárnis köcsög. Így rakunk le téged, ahogy lerakták Bruce Willis-t a furcsán érezném magam. Nem, csak egy életmód tábor után így vele gondoltam. De nézzétek, én 16 évesen láthatok volna, fél hosszú dajárolt hajam volt, fél fülbevalom volt, és volt egy... Dajárolt! És volt egy
nagy motorom volt néhány hétig, hónapig, aztán mivel becsaptak vele, azért vissza kellett adnom, vagy eladtam. Már hiányzott az első villa, vagy hogy érted, hogy bevett? Fura volt, hogy azt mondták, hogy egy kerekezésre kiváló. Ráültél, és nekem is volt lázadó korszakom, de hát én utána megváltoztam, és átálltam. Tehát rockot hallgattál hosszú dajáról? Én voltam Ossian és Moby Dick koncerten, nem vagyok rá büszke, ma már Bachot hallgatok. Aha. Istenem. De hát ez más világ. Az ember meg tud szerintem változni. Felnő. Szüleim mindig mondták, egyszer fiam felnősz, azt mondtam, hogy nem, én mindig Moby Dicket fogok hallgatni, meg Ossiánt. Akkor is dajeroltatni fogom a hajam. Gábor, egyébként abszolút megértem. A komoly zenét megértem. Én is imádom a komoly zenét. Csak erről keveset beszélek, mert két ilyen vérszívó rohadt alja szemét vámpírnál arról beszélni, hogy pont a Mátyás templomban voltam Bennyvel egy komoly zenei koncerten. Nagyon szeretem komoly zenét. De nálam úgy van, hogy Klassz FM, és talán Klasszika második. Nagyon szeretem. A kocsiban is hallgatok, csak hát de nem találtad meg a könyvet, hogy lehet átprogramozni a rádiót. Nem tudom elnyomni. Én is hallgatok. Egyébként hallgatok komoly zenét, csak nem. Sok mindenről itt nem lehet beszélni, mert két vámpírral ülök. Tehát ha kertészkedésről és esetleg komoly zenéről beszélnék, akkor itt zárt fülekre találok, úgyhogy ekkora labdát én nem dobálok. Persze. Ennek a két rohadt megkeseredett vérszívónak. Hát, ha ők is időnként hallgatnak egy kis Mozartot. Na, múltkor megpróbáltam elmondani Mátyás királyról egy történetet, a Mátyás templomban voltam egy zenei koncerten, de nem tudtam végigmondani, mert elfelejtettem. Én a múltkor gyarapoltam, mert hallgattam a Kinyérmát a rádióban, és nem. Azt hallottam, hogy valaki orhangolt. Jó napot kívánok, szeretnék játszani. Elnézést, meg van fel, nem csak inkognitóban vagyok. Igen, maga az György. Aki kérdez, igen. Nem, tényleg, nem azt a fajta komoly zenét, ami például a Kinyérmában volt, mert attól a hideg. Rász, de könnyebb komoly zenét azt... Klasszikusok meg... popritmusban, mi? Emlékeztek nem, rá? Nem, nem is azért. Na jó, hát ennyit erről, Gábor. Mit hoztál nekünk mára? Hát ugye van ez az új hír, amit ugye itt a Klassz FM-en is a hírműsorokban lehet hallani. Ez a DNP nevű anyag. Ugye most felröppent a hír, és elég egyértelműen, hogy ez is egy mérgező fogyókúrásszer és alkalmatlan emberi fogyasztásra. És arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha ha kicsit beszélgetünk. A Feri kipróbálni. Ha már halálos méreg, mi? A Feri szedje már egy hónapig, nézzük meg, hogy működik. Hogy igaz a hír. Ugye csak, hogy nem biztos, hogy mindenki érti talán a felvezetés, azokról a nagyon népszerű, manapság igen divatos fogyókúra tablettákról akarunk egy kicsit beszélgetni, amit ugye egy időben lehetett kapni dílerektől, most már ezeket a dílereket is üldözik, most már az ember a Blahán az aluljáróban tudja megvenni, vagy éppen Romániából beszállítatni, ahol még mindig legális. Nagyon sokan szedik, nagyon sokan vágják át magukat, hogy ettől ők fogynak, abba hagyják, azonnal visszahízzák azt az elvesztett súlyt, amit a tabletta okoz, és hát sokan nincsenek tisztában ezen tabletták mellékhatásával, vagy mellékhatásaival. Igen. Erről akarunk beszélni. Igen, ezek arra játszanak rá, hogy az emberek egy ideig fogyókúráznak, igyekeznek mozogni, de aztán elfogy a türelem, elfogy a nem is tudom, az állóképesség, és egyre jobban görcsölnek az emberek, hogy le tudjanak fogyni, és egy idő után úgy gondolják, hogy hozzányúlhatnak olyan szerekhez, amitől hát néhány hét vagy hónap alatt le tudnak dobni mondjuk 4-5-6-8-10 kilót. De le is dobnak ebben ugye az átverés, hogy azért igen. Vannak a közvetlen környezetünkben is azok, akik szedik, és tényleg működik. Tehát sok folyadékot kell inni, működik. Fogyni igen, fognak tőle, csak kérdés, milyen áron? Ugye itt ez a bizonyos DNP, ugye ez úgy működik, hogy hipertermiát, tehát nagy hőt gerjeszt a sejten belül, és a sejt tehát elpusztul, ráadásul leállítja az energiatermelő folyamatot, tehát kvázi a sejt nem termel semmilyen energiát, és a 43 fokra fölhevül, tehát egy ilyen magas csillapítatlan láz jön létre, verejtékezés, fejfájás, magas vérnyomás, elsavasodás, cianózis, tehát ilyen kékbetegség, és szívhalál jön létre. Egyébként vigyázni kell, mert ugye, ha valaki gyorsan kezd el fogyókúrázni, és olyan készítményt használ, mondjuk tiltot, vagy éppen anyagcsere fokozó. Egyébként a koffein is hasonló, hogy a koffein hatására felpörög a szervezet. De hogy lehet, egy ilyen tud például Romániában legális, és onnan rendelik azok, akik rendelnek? És dílerektől veszik meg. Nem tudom, hogy hogyan, aha. De ugye ezeket szerintem figyelik és le is állítják. Viszont vannak teljesen legális és használható fogyókúrás készülmények, amelyek sokkal lassabban hatnak, nem hoznak létre 43 fokos hőmérsékletet. Enyhén az anyagcserét fokozzák, bizonyos gyógynövények képesek az anyagcserét fokozni, és hogy valaki a sporttal, diétával társítja, akkor egész gyorsan bír fogyni. Jó, de még visszatérve ezekre a kapszulákra, tehát láttunk például, amit te is említettél,
ez, hogy valaki szedte egy hónapig, és még a bőrének a színe is megváltozott. Ilyen kékes, zöld lett a bőrének a színe, ami azért dermesztő. Tehát ez ennyire szétbombázza az ember szervezetét? Igen, ez egy robbanó anyagként használt vegyület, valóban, tehát ez tényleg egy írtóveszélyes. Az a probléma, hogy bőrön keresztül is fel tudsz hívódni. Ugye híre ment, hogy az egyik egy házas pár halt meg, amiatt, hogy megbetegedett, hogy olyan zacskókkal került kapcsolatban, amelyikben ilyen anyag volt korábban. Tehát bőrön keresztül is felszívódik, és aki mondjuk naponta néhány milligrammot használ, 3-4 nap után elhalálozik, tehát még halmozódik is a szervezetben. Hát itt azért vannak, akik hónapokig szedték, sajnos, bármennyire is próbáltuk őket lebeszélni, azért még életben vannak, tehát nem haltak meg, igen. Csak gondolom, hogy roncsolja. A mennyiségtől, igen, roncsolta a májat, a vesét, az idegrendszert, az agyat. Ugye ez egy hipertermia, tehát egy olyan magas hőfokot hoz létre, ami... De nem csak hőfokot, pulzusszámot is. Magas pulzusszám, leremtékezés. Bizonyos kábítószerekhez hasonlóan megemeli a pulzusszámot, és a magas pulzusszám miatt a szervezet elkezd elégetni zsírt. Ez az alapmechanizmus, ahogy működik? Igen, igen, igen. Az volt a kicsit ilyen tragikomikus a helyzetben, hogy azt mondták, hogy hidegben tartózkodjunk, hogyha valaki ezt fogyaszt. Tehát állsz egy hűtőkamrában, amit fogyózol. Ez egy érdekes dolog, hogy azt mondja a dealer, hogy fogyaszt, de túl fogsz hevülni, ezért inkább hűsd magad fel. Én azt hallottam, hogy azt mondták az ismerőseimnek, hogy baromi sokat igyanak. Tehát, hogy igen. Valóban melegszik az ember ezen kapszulák hatására. Az én környezetemben egyébként baromi sokan szedik. Tehát, hogy van, aki titkot csinál belőle, van, akiről tudom, van, aki tökre vállalja, és azt mondja, gyerekek, lehet, hogy megdöglöm, de nem akarok kövér lenni. Sajnos, hát most nyilván mindenki úgy fogyókúrázik, hogy akar. De hogyha sokat iszol, akkor elmarad ez a hevülés. Tehát, hogy valahogy a folyadék bevitellel lehet ezt kompenzálni. Ezért ez nagyon kemény, mikor már a dealer mondja el neked, hogy valóban hevülni fogsz, igyál sokat, és akkor nem lesz baj. Tehát, hogy igen. Mit meg nem tesz az ember azért, hogy lefogjon. Előfordulhat, hogyha valaki okosabban csinálja, akkor nem hal meg azonnal tőle, hanem csak megbetegszik. Hogy veszi el az éhségérzetet? Tehát mitől nem vagyok éhes? Vagy mit okoz, amiért az ember mondjuk kevesebbet esz? A sejten belül van egy motor, ez a mitokondrium, és az termel energiát. Ugye ettől hízunk tulajdonképpen, hogy ha túl sok cukrot eszünk, akkor túl sok energia képződik, amit a szervezet a zsírraktárakban tesz el. Ugye ez az anyag, ez a DMP például teljesen leállítja az ATP, adenozin trifoszfát, az energiatermelés, vagyis nincs energiád, és nincs hízás sem. Ezért elég gyorsan foghatni, csak ugye ez egy burnouthoz vezet, egy kiégéshez vezet, viszont viszonylag gyorsan hatni fog, tehát le fogok tőle fogyni, ugye, de energia szegény állapotba kerülök, energiahiány. És utána jön a korlátlan zabálás, miután ezt abba hagytad, és általában visszarágyják a lefogyott. Ilyenkor kilókat. Azonnal a szervezet megpróbálja gyorsan raktározni. A cukorpánik, hogy ne. A szervezet az ugye, ha nem kap cukrot, vagy nincs energia, akkor kapkod a csokoládé, a cukor, az energiaitalok után. Na de hát akkor ez egy nagyon nagy zsákutca, tehát szedem, addig ugye sovány vagyok. Abba kell hagynom, ha nem akarom teljesen szétvágni a szervezetemet is tönkretenni, de ahogy abba hagyom, a szervezetem azonnal elkezd raktározni, tehát még többet, vagy legalább annyit szedek vissza, mint ahány kiló voltam. Ez is nagyon kiló, és újra elkezdem szedni. Abszolút függővé tesznek a terméktől, vagy rotációs rendszerben a termék leállás után a dealer ajánl egy másik terméket, ami éhség megszüntető. Ugye vannak ezek az idegi úton, ezek az éhség csökkentők, szinte teljesen megszűnik az éhségérzeted. Ugye itt fenyeget az anorexia nervóza, a beteges alultápláltság, tehát egyszerűen az éhség is megszűnik. Nem tudom, Feri, mit szólna hozzá, hogyha megszűnne az éhségérzete. Tehát... Olyan nincs. Azt még nem találták fel, amit én bevennék erre. Én a Ferit abból a szempontból bírom, hogy már nem úgy értem, hogy más szempontból nem. Ez egy freudi. Tulajdonképpen találok benne olyat, amit bírok. Igen. Hogy a Feri azt mondja, hogy gyerekek, ez van, hát néha vannak ilyen kósza, mit tudom, ötletek, hogy fut, amivel bennem komoly csalódást okoz, de azt, hogy gyerekek, így van, elfogadom, ez vagyok. Tehát nincs, önkép azonosan mondja azt, hogy nem akar fogyókúrázni, ez van. Azért ez egy nagy szenvedés azoknak, akik állandóan küzdenek a súlyukkal, és sosem tudnak kibékülni magukkal. Nyilván nem érzik magukat jól, de ez egy baromi nagy csapda helyzet. Meg Ferinek van elég akarat erre egyébként, tehát hogyha ő ne kigurálja magát. Igen, hát ha van szponzor, mindenképpen. Akarom, érted, ha szólnak, hogy csináljuk, hát akkor megcsináljuk. Egyébként meg mindenképpen. Ha úgy adódik, fut egy hónapig csak. Milyen egy hónapig? Fél év volt. Fél év, igen. Fél év, 10 kiló. 10 kiló, mit pedig eljutottam. Vicc ez?
Igen, 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 igen. Kocsival, de összesen fél év. Ez egy régi történet, hát már nincs. Mi van a patikában kapható dolgokban? Csak ilyen természetes anyagok vannak, aranyos, barátságos, kicsit fogyaszt, de attól azért igazán sovány soha nem leszek, vagy vannak jó? Tehát olyan készítmény szerintem, meg a szakemberek szerint nincs, ami önmagában lefogyaszt. Aha. Mert ez a szemlélet, az életmód, a gondolkodás. Ugye nagyon egyszerű a képlet, több energiát kell leadni, mint amennyit fölveszel. Azt mondják, milyen könnyű lefogyni, de mégsem olyan egyszerű. Mert egy kakaós csigában van 300-350 kilokalória, az nagyjából 40 perc futás. Tehát igazándiból, ha az ember kiszámolja egy pogácsába, egy-egy ilyen pékáruban, annyi energia van, ami 30-60 perc futása legyen értékű, és simán legurul egy kis szendvics. Egy hát kis az a baj, tudod, az ember gyarló, tehát én nem ítélem el őket, azért egy kapszulát bekapni, még ha mérgezed magad, sokkal könnyebb megoldásnak tűnik, mint megrohadni a kardiógépen, vagy futni, ráadásul tényleg nem mindenki bírja, szóval hogy ez egy nagyon nehéz dolog ám. Nem ez Balázs, például ott az akkorpa, ott a darátlen mag, ott az almarost, egy csomó olyan készítmény, ami kapható, egyszerű, bioboltba, üzletekbe, és megeszel belőle fél evőkanálnyit, megduzzad saját tömegének a háromszorosára, a négyszeresére, teljesen eltelít, egy egészséges termékről van szó, fele annyit eszel, utána eszel egy kanálnyi valamilyen rostos készítményt, 30-40 perc után iszol rá egy fél liter vizet, gyakorlatilag annyira megdagad a gyomrodban, hogy estig nem kívánsz enni. Tehát olyan egyszerű képletek vannak azért, amik nem okoznak betegséget, sőt, még jók is a bélnek. Igen, de az agyadat nem állítja át, mert szerintem ezek a kapszulák azt is megteszik, tudod? Egy hogy az éhségérzetet ugyanez a amit most mondta, hogy háromszorosára megduzzad, azt nem érzed, de az agyad meg azt mondja, hogy én ízt akarok, enni nem akarok. Ez a kapszula ezt tudja? Szerintem a kapszula a legnagyobb titka az, hogy baromi gyorsan hat, és látod. Aha. És annál nagyobb rabság az nincs, biztos, mint amikor tényleg elkezdett szedni egy hét után lement 5 kiló, és azt mondta, hogy bármi áron, mert csodaszer. Tehát, hogy a legnagyobb rabság az itt van. Tehát igen, a pszichés. Tényleg elheted az apkorpát, meg nem leszel éhes, attól még kvázi fogyni nem fogsz, csak nem leszel éhes, kevesebbet teszel, és szép lassan, ha vonta 2 kilót mondjuk látsz. De egy ilyen kapszulával heti 5-8, nem tudom mennyi, 2 hetente, vagy 3 hét alatt 10 kiló, ezekben az ez a iszonyat rabság. Persze. Tehát, hogy ott azért tényleg szemmel láthatóan azonnal elkezdesz fogyni. Igen, igen. Vagy ha valaki mondjuk elfogyaszt egy nagy darab, nagy szelet tortát, ugye az megint egy 4-500 kilokalória, de valaki megeszik egy tejáskanálnyi agavé szirupot, vagy tápióka szirupot, vagy csicsóka szirupot, akkor teljesen, tehát az agy megkapja azt az édességigényt, hogy vagy néhány szem mazsolát. Mit tiszta az édességről? Igen, azért János. Mert gyakran ugye a cukor meg az olaj, tehát nem annyira a kenyér mindig, ami hízlal, hanem a huszáldott cukor meg a zsiradék. Egyébként én teljesen megértem Balázs azt, hogy az emberek gyorsan akarnak fogyni, de a test egyébként gyorsan semmit nem csinál. Persze, én nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hogy keszedik, de hogy is, csak azt mondom, hogy értem a pszichológiáját, igen, hogy baromi nehéz elkezdeni mozogni. Csak aztán nincs változás az agyban, nincs változás az életmódban, és visszajön. Igen. Sokszor effektus. Egyébként, hogyha megfigyelitek, akkor minden módszer manapság tényleg ezt, és ezt is támasztja alá gyakorlatilag, amit Balázs mond, hogy minden azt ígér, hogy napi negyed óra, hogy nem kerül erőfeszítésbe, ja, hogy nem nehéz, hogy nem kell belefeszülni. Mutatnak ilyen edző embereket, akik izzadnak, akik szenvednek, akik küszködnek, mert gyakorlatilag a testedzés az erről is szól. Főleg, hogyha túlsúlyjal küszködsz. És akkor hoznak egy módszert, hoznak egy gépet, hoznak egy táplálékkiegészítőt, vagy egy tabletet, és azt mondják róla, hogy mindez, ha ezt fogyasztod, nincs. Persze, nem kell szenvedni, de kell. Ezek nagy elterések azért a legtöbb. Termékspecifikus világban élünk, hogy ezt fogyaszt el, ezt vedd meg, és nem szemlélet alapú világban, változ meg a fejben. Hát hogy ne, az egy teljes életmódváltás, az ember fogyni akar. Mondj még egy-két olyan dolgot, amivel mondjuk úgy tudunk hozzájárulni egy kis segítséggel azoknak, akik fogyókúráznak, hogy mondjuk tényleg nem gyors fogyás, de mondjuk teltségérzetet okoz. Tehát mondjuk reggel benyomom ezt, azzal kevésbé leszek éhes, de az energiaszintem megvan, kvázi kevesebbet viszek be, vagyis szép lassan elkezdek fogyni. Hát ez egy nagyon lassú módszer, én nagyon sokáig kell ezt csinálni, amit az előbb soroltál, még ha van egy-kettő, ami például egy jó reggeli... Cikória kávé. Cikória kávé. A cikóriában lévő inulin egy fantasztikus. Aztán van ez a kókuszvirág cukor, vagy kókusz szirup, ezek ugye 30-as, 35-ös glikémiás indexű, nagyon szépen beállítja vércukorszintet, ott ugye a csicsók, amire gyakran beszélek, póréhagyma. Póréhagymát egy kis zabbal összefőzök, meg turmixolom, egy krémleves lesz belőle, és
puffasztott körösgajóval egy zseniális vacsora lehet belőle akár. Mink a puffasztott. Igen, már látom, annyira tudtam, hogy Feri már kezdte magát leönteni benzinnel. A póré hagymáig megvolt, de amikor nem császárszalonna következik, hát tehát az a Feri elkezdte megfogni az arcát, és nem hitt el, hogy megint ilyen hülyeséget hal. Igen, itt kérdezek. Hadd mondjam el, hogy a párolt káposzta. Tehát a káposzta, a káposztaleves, a párolt káposzta az egyik legjobb ilyen cukorszint beállít, hogy fantasztikus a káposzta. Ettől kevésbé leszek éhes most olyan hogy a kacsoroz, ami, ami nyújtja a tehetség érzetet? Igen, igen. Akkor csak a káposztaleves, pár káposztaleves kúra az innen ered? Egy darab, hogyne? A házi asszonyok ezrei főztek ki, 20 literes káposztaleves. Hát aki vesz káposztát. Csak nem úgy, ahogy Gábor egyébként erről már tartott egy kis eladást a műsorban, amikor a káposztaleves kapszulákat ja, hát az lehet kapni, mint fogyasztószereket, hát azért. Igen, igen, az már kicsit üzlet, de a lényeg az, hogy a párolt káposzta, mint aki vegyes táplálkozás és húst eszik, és a köret helyébe rak fele annyi párolt lila káposztát, párolt édes káposztát, stb. Egyszerűen annyira be fog állni a vércukorszint, hogy nem lesz éhes, és mégsem lehet hozzá rengeteg rizst, krumplit, stb. És 20-30%-kal kevesebb kalóriát vitt be. Ez egyébként a páros zöldség. Csodálatos étel a székely káposzta. Jó, és ez egyébként. Kérdezz, és ez olívabogyó. Olívabogyó, hát igen, az tudjuk, hogy jó. L-karnitin plusz króm például, ezt lehet, hogy valaki szerint nem tudom mire, hogy ez fogyásra, vagy tehetségérzet. Az inzulin mechanizmus, de folyásolja a króm, abszolút segít. Az L-karnitin az inkább teljesítményfokozó, úgy tudom. Ugye az már egy sport kiegészítő, de a krómadása az hasznos. És ezek legális szerek egyébként. Hogyne, hát a krómot az szedheted meg, vehetett persze. Lehet kapni. Igen. 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 Sima krómot az bármelyik bioboltba vagy táplálék. Egyébként az alapelv az, hogy ezt a remegésszerű időnként megjelenő éhségérzetet ezt le kell küzdeni, hogy ez megszűnjön. Akinél 2-3 óránként föllép egy ilyen elég intenzív éhségérzet, ott van a gond. Ezért mondtam a zöldségféléket, olívabogyót, káposztát, zellert, sárgarépát. Hát hasznos volt leginkább azoknak, akik szedik ezeket a tablettákat, szerintem nyilván, hogy tudják, hogy milyen áron soványak. Tehát erről mindenképpen igen. Kellett beszélni, hogy sajnos megvan az ára. Ez a szer aztán tényleg megköveteli az árát a dolognak. Lehet, hogy az ember sovány, de hát kérdés tényleg, hogy milyen áron. Mit reggeliztél, Gábor? Hát én most egy kis banánturmixot fogyasztottam. Na ne, egy mezei banánturmixot szúrod ki. Megmondom őszintén. Valamivel ezt megspékelted? Gondolkodtam, hogy hogyan folytassam, és egy pici kis főt árpát. Jaj, most megcsikiznélek, ha itt lennél mellettem. Kaptam biomustot egy kedves barátomtól, jó, és megfőztem az árpát, és amikor kezdett kihűlni, akkor beáztottam ebbe a biomustba. Úgyhogy ez ilyen lédús édes anyag lett, tehát most nem szirupot, vagy csicsókát, vagy agavét tettem egyszer hozzá. Lenne ennyi időm, hogy egy biomusba árpát áztassak reggel, gyerekek, ebbe bőgnétek, mert negyed tízre érnék ide, gyerekek, bocsánat, biomusba árpát áztattam. És előtte a tervezés még. Vajon mibe áztassam ezt a kis árpát? Egy jóféle kis biomusba. Finom egyébként, jó lett? Igen. És a banátúrmix a sima, gondolom, nem nyilván állati eredetű, tehát egy sima mezei rizs, tej, néhány szem, sima mezei banán. Hát egy fél banán, kókusztejporral volt még benne pici fahéjjal, turmixoltam. Igen, ennyi volt, és egy kis vízzel, és ezt tettem ehhez a kis mustos árpára. Igen, ezt fogyasztottam. Hát annyira kíváncsi lennék egyszer a Gábortól egy szakácskönyvre. A világ legegyszerűbb címei, meg elnevezés, mint banánturmix, és utána 3 oldal. Tudod? Igen. Gábor, egy hét múlva köszönjük, hogy köszönöm itt voltam. Ciao, hello. 9:08 jövünk Ákos hírei után. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egér út befelé totál elesett. Norbika küldte nekünk, Almádiban a 21-es kilométernél mérik a Kenese felé tartókat. Endre a pénzszállító, valamint sofőr kollégáknak üzeni Pavlicek, hogy a 4-esen Szolnok előtt Debrecen felé éppen öltöznek fel a navosok. Úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Mi pedig játszunk, már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Balázs, jó reggelt! Hello! Hello! Szia! Nagy Kanizsáról, Balázs. Nagy Kanizsáról, igen. Nagyon élsz, nagyon aktív vagy. Éppen a kórházba jövünk kifelé. Azért van ilyen nagy hang. Nem a hang miatt, csak ugye a lendület a hangodban. Inkább azt mondtam, hogy a jókedvűnek tűnsz. Lendület, hogy lennék lendületes. Kipi, ennek baj volt a kórházban? Vagy nem komoly? Nem komoly, csak egy fogászati röntgen. Jó, azt hittem, hogy valami. Csinos volt az asszisztens, hát mindjárt szebb a nap, mi? A feleségem volt a röntgenen, nem én. Ja, akkor attól még lehet csinos az asszisztens. Igen. Hát igen. Férfi asszisztens is van.
Hogy férfi asszisztens is van, azt mondta Jani. De nincs baj a pároddal, akkor csak egy kis fogászati beavatkozás. Csak egy kis fogászati rendel, így van. Elkísérted? Elkísértem, hogy ne. De rendes vagy. Szegényem, ugye? Nagyon rendes ember vagy te. Ő is ott van mellettem. Ilyen négy tamponnal a szájában szegények beszélni nem tud. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem is. Hát... Már nem lehet semmit mondani igazából, mert tegnap is azt mondtam, hogy tök könnyű, meg hogy végig fog rajta szágoldani a játékos, de most én azt érzem, hogy ezzel a lendülettel menni fog. Ja, mit csináltok? Futunk az autóhoz, hogy halljak is valamit. Ja. Mivel a városban egy fél pillanat. De mit akarsz, ha a telefonon nem hallasz? A telefonon hallasz, nem? Hallom, csak sok az autó körülöttem. Ja, na figyelj, kezdünk, jó? Addig fussál nyugodtan. Jó. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik városban található a világhírű Central Park? Central Park, New Yorkban. Így van, hát ez valóban bemelegítő jellegű kérdés volt. Mehetünk tovább? Mehetünk. Baseball sapkáért. Így szól a második kérdés. Melyik filmben játszott együtt Kevin Spacey, Morgan Freeman és Brad Pitt? Kevin Spacey, Morgan. Ajjajjaj. Én is így lennék vele. Brad Pitt a Vojtaki családjában. Hát tudom. Tudjátok. Nem tudunk. Szigorúbbak leszünk a hármas ugrásban, nem tudunk fél perceket várni nagy-nagy csöndben. Ha az ember tudja, mondani kell, ha nem, akkor ez egyszerűen nem megy. Balázs, ez a hetedik című film volt. Erre gondoltam. Hát nem emlékszem rá. Nincs meg? Nem láttad? Nem. Egy sorozatgyilkosról szól, Kevin Spacey alakítja, Morgan Freeman, Brad Pitt pedig a két nyomozó. És Gwyneth Paltrow is játszik. Gwyneth Paltrow is játszik, és azt hiszem a Fincher rendezte, igen, a Fincher rendezte, tehát egy kiváló rendező, sok jó filmje van. Jó, hát az egyik legjobb. Nagyon hangulatú film. Meg fogom nézni, pótolom a hiányosságokat. Pótolt, nagyon jó. A rendező is jó, és az egyik legjobb filmje egyébként a Finchernek. Balázs, hát nincs boom, ugye, mert nem a harmadik kérdés után. Igen, mutad el, úgyhogy köszi a játékot. Jó, köszi, én is, sziasztok. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Muszáj egy kicsit szigorúbbnak lennünk. Fél perc, egy perces, nagy csöndek már nem. Nem kutat, keres a neten. Igen, nem is csak a segítség miatt, hanem hogy tényleg legyünk. Egy lehelesznyivel szigorúbbak, azt mondom. Jó, Egér út befelé totál elesett Norbika üzente, valamint az M0-ástól az M5-ös teljesen be van állva, útborkulati jelfestés miatt több kilométeres, a torlódás. Médiás Matyi küldte nekünk, tehát az M0-ástól az M5-ös abszolút be van állva. Médiás Matyi. Trafi a 47-esen Hódmezővásárhelyre befelé az Orosháza felől érkezőket méli Karcsi. Küldte nekünk, Karcsi, drága vagy, köszönjük szépen. A kérdésem az lenne, hogy mikor hallhatjuk adásban megszólalni a Triola Paganiniét? Ó, bizony, nem? Van egy adósságod. Amikor akarjátok. Bármikor? Hát, lehetőleg legyünk adásban, nem? Aha, például most? Most nem, mert hogy megyek reklámra. Amikor akarják. Következő óra elején. Kedves hallgatóink. Aki esetleg tegnap nem hallotta az adást, azoknak elmondjuk, hogy Balázs állítása szerint Triolán, még egyszer hangsúlyozom, Triolán el tudja játszani az István a király egyik klasszikus tételét. A felkelt. Nem, én úgy emlékszem, hogy tordat állt, az daláról van szó, a véres kardot hoztam. Igen. Nem, a bosszantó egy bugrics bunkó. Na jó. 9 óra után szépen elfújom neked, jó? Fújd el a nótánkat, Triolán. A fogadás tárgya annyi, hogyha sikerül, akkor egy kitakarítod egyszer a kocsit. Pontosan így van. Ami jelen pillanatban nincs. Ezért is mondtam, nagy könnyű szívvel, igen, a felkérés. Persze, pontosan 9 óra jövünk Ákos hírei után. 9 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Madonna dal után itt vagyunk, és folytatjuk a Morning Show-t itt a Klasszon. Én szeretem ezt a dalt, kicsit ugyan melankolikus, de van hangulata, és a mai daloknál már az is valami, ami legalább hangulata van. Nem? Ez a sok Tic-Tú című humi zene között egy dal, aminek hangulata van már, úgy azt érzed, hogy elkap valami. A mai zenéknél sokszor nincs valahogy, vagy lehet, hogy már nem teljesen a mi generációnk. Ezek a Titi, aki akramakkal, rakkamakkal, krabakkal, kavakkal. Hát például. Amúgy az régi kedvencem nekem, de mindegy. Krabakkal nagyon jó. De ennek a dalnak van hangulata. Csak ha nem dohányzók, nem tudnak vele azonosulni, mert nincsen náluk öngyújtó. Tudom, hogy minden zavar téged, ami... telefonnal is most már, mobiltelefonnal világítasz. Tudom, hogy nehezen azonosulsz minden, amivel egy kanál több érzelem van, vagy egy kanálnál több érzelem van, de ez a dal, ez legalább szól valamiről, nem?
Most meg Maradona. Meg Maradona. Meg Maradona, és na, ha én rárepülök minden nyelvbotlás. Na mindegy, hogy is. Meg Maldini. Na, tehát ott van Maradona, meg a Maradona néni. Szóval, hogy Maradona egy ilyen klasszikus popstár még mindig, és nagyon kevés van belőle. Most nyilván nem a korára értem, de tényleg egy kihaló félben lévő kategória. Oké, mennyire is jönnek hallgatók, figyeld az SMS-t. Kis ügyes. Bejátsza most az aktuális kedvencét, utána negyed órát beszél Madonnáról. Ne bújj ki, mintha én raktam volna be Madonnát. És ez még a megszólás előtt jött egy másodpercre, pont ránéztem a falra. Ezer is elkezdtél beszélni a Madonna dalról. De egyébként tényleg kedvelem ezt a dal. Az M7-esen kis teherautó neki ment a szalagkorlátnak, keresztben áll az úton Balaton felé, a 18-as kilométernél. Marci! A gyöbröim... Nekem nem orvos, azt szerintem a gyövrői mérnek egy gyalogos felüljáró, csak a három lábú van kirakva. Köszönjük. Orci úton mérnek a Nagyvárad tér és a Baros utca között Nagyvárad tér felé. Bálint küldte nekünk, és ez a 10-es út totál kár, lassan Vörösvárig áll a sor, ja, és kakilnom kell. Szóval. Szerintetek? Mármint ugye írja a hallgatót. Nem, ez még az... Akkor ezt most nem mondtad ki véletlenül. Nem, ez az SMS része. Hát, igen... Ott nem sokára megoldódik ez a dolog, higgyétek el, az ütő erén tartjuk ennek az építkezésnek a kezünket, lüktet, pulzál, vibrál, és épül a körforgalom, tartsatok ki, nem sokára állítólag jobb lesz. Mi van akkor egyébként, ha megépül a körforgalom, és ugyanolyan lassú lesz? Ezt most csak nem gonoszkod, ezt csak kérdezem, hogy egy körforgalomnál egyébként statisztikailag kimutatható, hogy matematikailag több autó megy át, mint mondjuk egy piros-zöld lámpás kereszteződésnél, mert ugye ott azért effektíven nincs megállás, hanem folyamatos áramlás van. De ez egy baromi hosszú sor. Uh-huh. Valamennyivel biztos hosszabb kell, hogy legyen. Nem lehet ugyanolyan, rövid, mint a lámpás. Rövidebb vagy gyorsabb, igen. Nem lehet ugyanolyan, mint a piros lámpás. Uh-huh. Nem? Gyorsabb lesz egy gyorsabb. Igen? Ezt a 10 hely statisztikailag és matematikailag. Na, aki másnak vermetás. Mi van az egy kis csendes? Aki másnak vermetás, ugye? Na. Jó, terelsz még, vagy végre belekezdünk? Igen, mert engem egyébként ez egész nem érdekel. De tehát, most ne haragudjatok, hogy akik ott állnak a sorban, azért őket ez érdekli, bocsánat. Valljuk be őszintén, ha most megkérdeznéd a Morning Show hallgatókat, akkor 10 emberből 9 embert nem érdekelne ez a körforgalom, meg hogy mi a helyzet Madonnával, a pop magyasszonyával, mert mindenki arra vár, hogy triolázzál neki. Te! A triola Várnus Szavérja. Az vagyok. Ugye csak mondjuk át, ha valaki nem hallgatta a tegnapi adást, hogy én már nem tudom, hogy de felmerült, hogy ki milyen hangszeren játszott gyermekkorában, és akkor elindult ez a triola, a fúvola, meg a dorom, és szóba jött ez a kis színes műanyag, különböző színes gombokkal felépített kis hát hangszer, ami ugye hát hangszernek azért barokkos túlzásra mondható, de gyermekkorunkban nagyon szeretük, triola a neve. A mi generációnak gyermekkorában volt ilyen. Így van. Fekete, piros, színes gombok vannak rajta, nem fújul, furulja a triola. És ezt szerettük. És tökéletesen alkalmas volt arra annak idején az oldalban, hogy a cseppfertőzéssel terjedő gyerekbetegségeket egyik gyerekről a másikra átragassza. Az, annak is volt egyébként, amit a kezedben tartasz, egy úgynevezett fújóka része, csak azt már megkoptatta az idő, az nincs rajta. Ezt egy hallgatótól kaptuk tegnap, és gyönyörű darab. Nagyon szép, eredeti kelet-német. Eredeti kelet-német, igen, és azt mondtam, hogy ha tegnap az adás végéig hoz valaki egy triolát, akkor eljátszom az István a király egyik híres dalát. Már pedig én most. És tegnap 10 óra előtt megjött a triola, csak nem volt már időnk, és akkor átlógatta Jani hihetetlen ritmus érzékel a mai adás, hogy akkor ma, és a fogadástárgya, gyerekek, nagyon nagy mínuszba vagyok ma már, tehát én nem tudom, miért fogadok ennyit. Hogyha sikerül, akkor Jani letakarítja, vagy kitakarítja a nem létező autókat. Jó, most jön, hogyha nem sikerül, akkor az most nem volt. Most ez egy ilyen díj volt, hát most már utólag ne kössünk. Hogy mi legyen. Ne utólag ne kössünk. De ne, menj, figyelj, ez nem. Az volt a díj, hogyha... Neki, egy picit rólad is szól az egész. Én azt szeretném, hogyha most nem sikerül neki eljátszania, akkor minden csütörtökön ezentúl 9:45-től fusson neki újra jó. És újra. Jó. Miért muszáj? Jó, ebben benne vagyok. Jó. Tehát amíg egy próbálkozás, most sok próbálkozás, de ha nem játszom, akkor minden csütörtökön 9:45-kor megint. Minden, amíg el nem játszom, hivatlanul, addig minden csütörtökön 9:45-kor egy próbálkozás. Egyébként nincs autóm, tehát hogy nem kell nagyon félned attól, hogy bármit de is kell takarítanod. Kiszúrásból egyébként veszek egy ifát, egy platósi fát. Összegonyízom, azt akarátam. Veszek egy platósi fát egy hétre,
És az lesz az autóm, és azzal fogok bánni a benzinkutáson. Na most! Na most akarjuk, na, adod. Triolát hoztam, őseink trioláját. Le tudod szolmizálni? De hogy tudom szolmizálni, nem. Tök na, jó. Fújhatok próbafújást, hogy melyik hangon indul? Tehát, hogy hol indul? Jó. De bal kezes vagyok, a billentyűk a jobb oldalon. Jaj, akkor fordíts meg. És gyerekkorodban hogy? Ez volt az. Igen? Ez már az? Nem. Jó, nem tudom, hol indul. Ott, az nem első, az nem a, de nem az az. A... Á, ez túl mély, ez nem jó. Az tök mindegy. Fog az. De ez ne felejtsd el, hogy most tényleg ne felejtsd el, hogy te szinte hazajársz a Mátyás templomba. Nem ismerted meg? Hát nem. Ja, ez a felnégyelni volt. Nem. Ja, tényleg. Felnégyelni? Á, Istenem, hogy volt ez, várjam. De nem, ez nem jön. De az jó, az hiddel. Alakul, alakul. Vagyok, neked segítek, hiddel. De az én triolámon ez nem így szól. Az de? Én triolámon. Mert neked... Jászd ott, ahol akarod. Behozom a saját triolámat. Persze, neked egy speciális, limitált példányszámú triolád volt, amit még Erik Honecker születésnapjára adtam. Egy aranyjúlmot kellett nyomni rajta, és eljátszotta a dalt. Jó, akkor jövő csütörtökön újra próbálhatom? Még azért hallgatnánk. Még kapsz egy lehetőséget. Na, nézzük, ha... Ja, nem, várj. Alakul. Innen már csak egy ugrás. Na, oké. Okay. A felkelt a mi napunk. Várjál, hogy van? Azért becsületes vagyok, hogy nem gyakoroltam. Nem, én inkább azt mondanám, hogy innen egy ugrás bármi. Figyelj. De hogy jut eszedbe az a billentyű? Hogy? Hát basszus, így azért kérdeztem, megy. Hogy tudsz-e szolmizálni? Tudod-e szolmizálva? Na várj. Na jó. És belefújtam a mikrofon. Na figyelj. Elrontotta! Itt a... Figyelj! Majdnem! Na! Nem volt rossz. Egyértelműen volt elrontottad rossz. Háromszor, de egyébként ez már alakul. Egyébként ez nem volt rossz. Jó. Okay. Még egyszer gyakorolhatnám, el tudnám fújni. Hát fogod. Fogod, mert jövő héten 4-10-kor visszatérünk rá. Megismerted, hogy ez az volt? Egy komolyan mondom, hogy megismertem. Hiszen annyit mondjuk beszéltünk már annyira már akartuk róla. Hallani, hogy már mindenki ezt hallotta benne. De már bármibe belehallottad volna. A vége az egyértelműen megvolt. Most már többet nem játszott rajta. Egy hét múlva? Egy hét most múlva. Már megvan, hogy kell, most már tudom. De ha más dalt esetleg most el akarna játszani, ezt lehet. Jövő héten nagy Barry White-ot játszom, az jó? Ja, ne, a Tototól az Afrikát, hogyha gond... Na, de ez azért szerintem... Ez már alakult, nem figyelj, rossz. Ne a kalappal egyet hibáztam. Így van. Ahhoz képest, hogy ez egy jobb kezes triola, és te bal kezes. És ahhoz képest, hogy balos vagyok. Messze vagyok attól, hogy belemártsam a szivacsot a szappanok vízbe, azt kell, hogy mondjam. Hoztuk döntetlenre, tehát nem nyertem, de te se vesztettél? Ez egy döntetlen legyen akkor? Döntetlen szagú. Én szerintem ez felismerhető volt. Egyértelmű. Mondom, az elején mondjuk bizért, hogy valószínűleg az lett volna, hogy Szörényi lemente, egyszerűen csak szótlanul az ajtóra mutatott. Hogy nem, mégsem várnak szeretettel a királydomra. De én azért el tudnám képzelni. És hölgyem és uraim, mielőtt elkezdődne a jubileumi előadás, hallgassuk meg special guestünket, Sebestyén Balázs, triola művészt. Ha egyszer elfúj... Ha egyszer elfogyottam volna. Egyedül. És tényleg anyukája. Az első szóra. Olé. Hogod! Még egyszer! Az én fiam. Jó, azt írja valaki, hogy jövő héten tolja meg Brácsán nektek a Cut Tonight Jolt. Eltolom nektek Brácsán, vagy a Lion Sleeps Tonight-ot. Jó, én szerintem egyébként véleményes a dolog, Feri, nem akarom, hogy te döntsél, de szerintem ez egy megismerhető része volt az István a királynak. Ez a felkelt a mi napunk, hát most ez 10-ből 9 embernek, ha nem mondom el, hogy mit furáztam, rámondja, hogy az István a király. Hát 10-ből 5. Én beállnék a benzinkútra a nem létező autómmal, de legalább egy külsőre. Legalább egy külső. De nem volt fontos, de hibáztál hangot. Hibáztam hangot, persze. Na, de azért ez... az volt, ugye, hogy el tudom játszani. Nem volt. Nem tudtad eljátszani. Nem azt mondtam, hogy hibátra. Nem, az, ha akkor azt kellett volna mondod, hogy fölismerhet. Ja, hogy fölismerhetően. Tője a dallam, ahogy te játszod. Mert az föl...
így, hogy elmondtuk. Egy honvédségi kifejezéssel élve az elején volt egy kis álcázó festék. De utána a vége felé már a harcjármű felismerhető volt. A vége már egészen. Minden, a hallgatók azt követelik, hogy minden csütörtökre csengő hangot csináljunk valamiből. Valami olyan dalból, amit te játszol föl. Semmi más nem tudok, gyerekek. Semmi más nem tudok. De ne szerénk egy basszus, te vagy a Triola Mágazóta. És képzeld már el a karácsonyi plakátokat majd. Ezt meg is fogjuk csinálni. Nagyon jó. Ezt meg fogjuk csinálni. Csinálunk egy karácsonyi plakátot, amin Balázs áll, hogy ilyen styling, iszonyatosan belőtt, divatsíró, és így áll, és ott lesz, így fogja velenni magához a triolája. Egy nagyon jó zakóban fogsz állni, egy gyönyörű ingben, és mellette a kis narancssárga triolád. És rólad is lesznek olyan képek, hogy itt tudom én, ott érdelsz a pápa előtt, és átnyújtasz neki egy triolát. Hát, na jó, jó. Mosnod nem kell, de Stradivari csináltanak idén triolákat, mert a magyar államtól esetleg te is kaphatnál egyet. Egy eredeti Stradivari triolát. Egy Stradivari triolát, igen. Használatra. Hát a Gátalánba azért nem mennék tovább, nem? Ezzel. Nem tudjuk még, hogy mi lesz, de... Nem tudom, milyen a felhozata, de erősen tovább, úgy érzem, hogy egyfordulós lennék. Tovább küldenének szerintem, mert kíváncsiak lennék, hogy ebből mi lesz. Ja, hova fej? Hova? De hova még? Hova fejlődik maga a produkció? Na jó, megúsztad az automosást. Na, hoztam nektek ajándékot, gyerekek. Na, mi van? Lomtan ajándékot. Lehet valaminek a szavatossága? Vagy nem. Nem, illetve nem az én ajándékom. Kinőtte a soma, köszönöm. Lassan ott vagyunk egyébként. Megtanult úszni, és már nem használja a karúszót, mert az jó lesz a jelenet. Kis Csaba küldte az ajándékot. Kis Csaba, nagyon köszönjük. Nem mond neked ez a név valamit, pedig régi jó barátunk, mert... De ti mindig zavarba jók, hogy igen? Nem emlékszem valamire. Nem baj az. Én emlékszem, mert talál csak ki. Igen. Te szemét vagy. Úgy árulsz el, ahogy se, hogy azonnal hátba szúrsz. Csabát üdvözlöm, nagyon szimpatikus. Ha azt mondom, hogy rendőr a lezeredes. Hát így, hogy ne. Pláne, abszolút. Hogy ugye, hogy jó barátunk. Még százados korából. Ő volt az, akivel trafipaxoztunk. Tudom, még a damban. Nem, itt volt 3 hete. Azért mondom, 3 hete itt volt a kaszban. De egyébként a damban egyszer kimentünk trafizni, ti ketten mentetek ki, motoros rendőr vitt benneteket, forgalmat is irányítottatok a Domusznál, a nagy kereszteződésben. Igen, most pedig beszélek teljesen hülyeséget. Nagyon jó, vagy most pedig, amikor az új trafit teszteltük, igen, ugye akkor találkoztunk vele, és hallotta, hogy te a gyerekkel, a nagyobbik fiaddal rendszeresen kerékpározol. Ezt valaki mesélte nem, neki? Nem, adásban te mondtad, ja, hogy jársz pringázni, és azt mondta, hogy ő annyira szeretne vigyázni, és nagyon szeretné, hogyha ezeket a kis felszerelési tárgyakat te használnád. Balázs, egy gyerekméretű, és... Vigyázz, hogy persely legyen belőle. Miért lenne? Hát, tudod, ha negyed órája vezetsz valami, de mindig nagyon jónak kell lenni, ha ez kb. 10 perce vezetett. Nem, tessék, láthatósági mellényt kapsz. Nagyon tovább százszorítom. Nem volt hosszú. Most legalább azt hittem, hogy előveszed a diadalívet marcipámból. Nem, nem volt hosszú, csak elmondtam, hogy ki az. Most nem mondd, hát tök jól megy a triolát színéhez. Az én megítélésem szerint ez 100 forint. Jó, bedobom a 100 forintot. Tessék, és ezeket is használhatod. Ez én is nagyon szeretem. Nem ismered? De ez a mágneses így magadra tekered. Egyetlen mozdulattal. Kapsz 2 darab villogót. Jó? Köszönöm. Ezt mindenket küldi. Köszönöm. Nagyon, nagyon rendes. Ezek nagyon jók. Ezek az egyetlen mozdulattal felrakható ilyen fényvisszaverő ilyen kis merevőek. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy picit a wiki fáraszt már ott, akkor csak így... Felpatintod a nyakára, és már is megszűnt. Igen, kinek nyakörv, kinek ilyen kis karszalag, ez így ugye egy felpattan, vagy így felhajlik a kezedbe. Jó, ezt neked, és nagyon meg egy 500-as dobok, hogy lehessen. Nem. De. Mi is korrektek vagyunk, te is legyél korrekt, nem kell 500-as, mert 200-a dobtál be. Lesz még ilyen sztori bőven, dobja meg nyugodtan, mondjuk az egy rohadék vagy. Dobja nyugodtan azt az 500-ast, előlegezze meg. De már 200-at dobtam tényleg, igaza van. Akkor én meg vagyok. Nem, csak annyira felvezetted, hogy azt hittem, hogy itt most valami tényleg valami olyan hype jön, hogy atya isten. Az élet, nagyon néha, drága az alezredes az úr, élet néha apró történetekből áll, kérlek szépen, és ez egy ilyen apró történet. Hú, na ezért külön dobja be egy százat, mert ez aztán annyira utoljára a naplóba hallottam záró beszédként, utoljára ilyen dobára. Igen. És ezután volt az az értekezlet, amikor mondták a srácok, hogy szerintem már most már ha már ilyeneket mondtok, akkor ne legyen tovább. Dobjál be egy 500-as, Feri, lehet, hogy még 10-ig kölcsön is kérsz. Van még nálam. Meg még valaki tartozik egy 10-essel, a többi a tiéd, János. De aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Mutatós. Mutatós darab, azért ne üssenek-e bringával. Jó? Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szívesen.
nem tudja feldolgozni, még nem tudom melyiket, a saját élményét, hogy kiválóan triolázott vagy a mellé. Az nem volt rossz, nem volt rossz. Én ennél sokkal rosszabbra számítottam, gyakorlatilag a totális felismerhetetlenség, amit csak bele lehet magyarázni bármilyen zenedarabot, de ez ott a végén, az ott azért megvillant. Hogy ezért volt ott egy-két szoba fogság, ami alatt gyakorolhatott. Semmi más nem talált a szekrénybe, csak azt a nyomorult triolát. De milyen jól el voltam vele, ez látszott egyébként a produkcióm. Olvastam én is valamit, és szívesen megosztanám veletek. De van olyan jó, mint Feri sztori? De ez nem volt sztori, hát átadtam ajándékot, ne cseszegessél, már nektek küldték. Jó van, jó kis szatyor, jó lesz a tecsóba. Olvastam én is valamit, ami mondtam, szívesen megosztanám veletek, de nem most. 9:30 múlt, pontosan 5 perccel jövünk vissza mindjárt. 9:30 volt, pontosan 4 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hatalmas baleset van az M7-esen Érdnél Balaton felé, és állítólagosan teljes útzár van, úgyhogy kerüljön mindenki, mert nem lehet átjutni. 64-es utolézer showroom küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy tudunk-e valamit még erről a balesetről, hogy esetleg meddig lesz pályazár, de nem, több SMS nem látok, egészen friss lehet a dolog. Az M6-oson az 52-es kilométernél készülnek fotózni, valamint az M5-ös autópálya mindkét oldalán a 25-ös kilométernél munkavégzés miatt lezárták a külső sávot, torlódik az M5-ös autópálya és az M0-ás autóút forgalma is. Köszönjük szépen! Hát... megmondom őszintén, annyira hatásod alá kerültem, hogy az olyan hihetetlen. Azt gondolom. Tehát, hogy szerintem egyértelműen megérdemelsz egy értékdíjat. A virtuózokban lépjek fel. Igen, ha vissza lehetne menni a múltba, és egy másik korban születsz, akkor én azt gondolom, hogy én becsukom a szemem, és látom magam előtt a képet, hogy anyukád, te... és Bartók ültök kint a nyári konyhába. Bartók és akkor, rögzít. Igen, Bartók rögzít, vár, és akkor te pedig ott állsz, és akkor... Mindjárt összejön neki Bartók. A viaszengerem van még hely. Nem volt igen. Csodás 30 év, hogy tényleg valójában ilyen zajok szűrődtek egy gyerekszobában? Hát valahol azért egy csodás gyerekkor volt, hogy kaptál egy ilyen kis hangszert, és hónapokat el voltál. Vasárnapig volt 10 gyerekek... perc az ebédig, tudod, igen. Anyu még az utolsó rántott szeletet még megfordította, a zsírban vagy az olajban, ott nyitva volt az ablak, ha játszottéről beszűrődött a játszogat a gyerekeknek, az zajak csak ki volt fent. Balázs büntetésben. Zsőjéreket, hogy és triolázott. Jó volt ez, de igen. Nagyon jó volt. Figyelj, felismerte, de igazából a puding próbálja az evés, hogy szokták mondani, és mi bizonyíthatná be leginkább azt, hogy ez a tényleg az volt, amiről te beszéltél, amit senki nem ismert, dehogy nem, amit mi is felismertünk benne. Van egy ilyen eppünk. De ne! Az a fogadást ajánlasz még egyszer, hogyha a Shazam fölismeri, akkor kitakarítod az autót. Az a baj, neked olyan büntetést adni, hogy kitakarítod az autót, az tényleg. Az tehát, igazából jutalom. Az igazából jutalom. Nem fogja a Shazam megismerni. Tehát ezt így nem ismeri meg. Várjál, mert nyomok rajta egyet. Na figyelj! Ide tetszem a fülemhez. Nyomjad, Zsül? Ha fölismeri... Elrontotta! Itt a... Figyelj! Majdnem! No. Nincs találat. Nincs értem. Biztos azért, mert bele kiabáltam. Azt mondja, a top 100-ban megjelentek között sincsen. Tehát, hogy... hát fura módon. Jó, az ne tévessze meg, hogy még mindig kapnak utána jogdíjat, tehát top 100-ban most már nincsen benne. Fura módon. Nem baj, mert jövő héten, 4:10-kor. Igen. Na mutatjuk, miről is beszélgettünk ma reggel, milyen témáink voltak. Feri egy bulvárlapban észrevett egy nagyon érdekes összefüggést. Igen. Szóval maga a bulvárlap is érdekes, és lehoztak valakiről egy cikket, hogy kikinek a rokona. Nem lövöm el, ha valaki nem hallott, akkor a Best of-ból kiderül, hogy mire jött rá ez a bulvároság. Egészen elképesztő mélységekbe mentek le. És a kutyatárskereső applikációt hoztak létre, erről beszélgettünk. A kutyatárskereső applikáció lényege pedig, hogy azok, akik kutyát sétáltatnak, ha letöltik ezt az appet, akkor adhatnak profilt saját magukról, feltölthetnek, illetve a kutyájukról, és így jó kutya találkozik jóval, illetve jó gazdi tud jóval találkozni. Megbeszéltük, hogy azért ez inkább egy burkolt társkereső, hogy elmegyek kutyázni, és akkor megnézem, milyen kutyának milyen a gazdája, gyorsan lesietek, ha ott van, sétál, és akkor együtt tudjuk sétáltatni a kutyát.
Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy kutya sétáltatás közben lehet-e ismerkedni. Nagyon sok hallgatónk szólt hozzá a témához. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:40 múlt pontosan 1 perccel. Magyarország, Brazília 1-0 fociban. Gyerekek, U20. Most játszák. Ja, nagyon jó, gratulálok. Nem jó, nem jó. De most akadtam rá. Hallgató elküldte, hogy vezetünk a brazilok. Gondolom, hogy ez téged pont mennyire érdekel. Szerintem. Ja, azért elküldted, de érted, tudom, hogy nagy, nagy futballrajongó vagy. Nem vagyok futballrajongó, de szerintem ez tök jó, nem? Az nagyon, hát ja. Hogyha magyarok vezetnek, vagy az nagyon jó. Nagyon jó. Ráadásul pont a brazilok el. Azt mondom, most megy a meccs, gyerekek. Hajrá. Közvetítik. Mi az az úz? Na ezért mondom, igen, de na ezért mondtam, hogy neked azért ezt el is hiszem, meg nem is hiszem el, hogy... De nem a magyarok, annak örülök, az tényleg, nagyon tényleg. Viszont a egy fogadásunk... korai német tenger alatt járó típus. Ugye, fogadásunkba beütjük a szöget, hogy akkor ez a, hogy hívják a... Én nagyon-nagyon rosszul állok ma. Tehát lehet, nagyon rosszul állok. Van egy elbukott fogadásom, van egy elbukott kocsitakarításom. Ez a nap nekem ma nagyon deficites, tehát én most nagyon félve fogadok bárkire. Mi van ma, ki játszik? Conga. Valami conga. Bizony. Te választhatod ki, hogy kire fogadsz. Visszanyerhetsz egy tízes. Nem tudsz rosszra fogadni, mert a Wawrinka az esélyes, viszont Conga hazai közönség előtt játszik, zseniálisan játszott az előzőben, nagyon jó formában van, és ugyan a Nishikori ellen 5 szettet játszott, de hazai közönség előtt van, és a Conga verte már ki egyébként Wimbledonban Federer. Tehát nem tudok neked jót választani, mert amilyen mázista vagy, a Conga úgy elveri a Wawrinkát. Nekem magadnak válasz. Én a Wawrinka svájci. Jó. Én a Wawrinkát választom. Megy mint egy óra, mi? Te hogy vagy, Jani? Jó vagy? Minden veletek minden rendben? Hát én már mennék. Akkor egy tízessel tartod a Wawrinkát a svájci órát? Én akkor egy tízessel a Congára megyek, de egy tízessel tartozom még, azt tudom, azért ne felejtsük tudom, el. Tehát legyen nálad Tóth Gábornak is tartozom. Most egy picit rosszul áll. Picit likviditási problémát. Elég, ha az én tízesemet megadod. Te neked is. Persze, taxi. Hát szerinted ma a taxi. Ja, ma a taximat is te fizetted. Tudsz kölcsön adni tízet magadnak, hogy holnapig meghitelez az én tízesem? Csak ha ma este álomba triolázol. Írd ki magadnak, és játsz le. Jaj, gyerekek, ez vannak olyan napok, amikor nem megy az embernek. Nekem az ilyen nap. De Feri, akkor fogad meg máshol is. Kettő fölötti van az óca. Tényleg? Wawrinka egy valami. Wawrinka egy valami. Az én 1:35. Jó. Csabi, jó reggelt, szia. Jó reggelt, szevasztok. Hát akkor beszállnék én is. Biztos tartozol nekem is. De gyerekek, most már lassan itt a rádióban mindenkinek. De holnapra rendezzük sorainkat. Mi újság? Hát figyelj, irigyellek. Miért? Szerintem az emberiség nagy része ezen dolgozik, hogy legyen egy B-terv, tudod, hogyha valamiért kihúzzák alulunk a talajt, akkor ott legyen még egy láb, ami nálunk. Hát neked megvan ezzel a triankulummal, vagy mit futtál itt az előbb. Ezzel... Úgy hallottad? Úgy érzed, hogy ezzel megvagyok, félre nem? Kellett állnom. Igen. Hát könnyek szöktek a szemembe. Hát ez a maga a művészet. Igen, mi az a királydob? Ki az a vikidá? Hát, mutasd nekem meg azt a szörényit. Egy méltatlanul elfeledett hangszert hozott vissza most újra a köztudatba, és ezért hálásnak kell lennünk. Holtás sportolni, Csami? Figyelj, hamar az arénában játszol, akkor egy tiszteletjegyet kérek az elsősorban, jó? Most Alvasinak a menedzsere becsörgött, hogy ugye jól megjegyek, de előzene akarnak minden. Az enni mellégem. Igen, az a kisendis is projekt is nagyon jól sikerült, de hogyha a Balázs és a Balázs. Azért látok a Muzsika TV-n egy-két produkciót, hát most kis túlzással odaférnék, gyerek, odaférnék. Tehát, hogy nem tűnnék ki nagyon, vagy nem esnék ki nagyon, nem lógnék ki nagyon, így mondom. Ez tényleg, kivel állnál össze egy duettel, tessék, ez most így jó. Aki ugyanilyen jó zeneileg, mint Jolly-ékkal simán. Az egy jó döntés lenne. Csak ők nem állnának össze velem. Hívjuk a naphallgatóját. Csodálatos volt, csak ezt akartam mondani. Köszönöm, csak drága vagy. Hívjuk a naphallgatóját, van egy csomó plusz ajándéka is, ha mondja, hogy Morning Show, akkor még ajándékcsomagot is kap. Jó. Ezen a héten nem voltunk túl sikeresek, majd most megtörik az átok. Legyen így. Hát egy százas. Ó, hello! Morning Show. Ciao, Feri, Csabi, Jani, Balázs. Hello! Hello! Hello, írtál nekünk SMS-t, Halaci nem tárcsázott félre? Igen, írtam SMS-t. Igen, de jó lett volna, hogy Morning Show, hát te lettél a naphallgatója. Ó, köszönöm szépen. Mit mondtál? Mi hogy hívnál? Jaj, ne játsz már meg magad, lezsíroztad, aki a unokatesó. A gyerekek, a családban is kell verni. De tudunk neked szerezni, nem kell csalni érte. Sebestyén Antal. Anti, hol hallgatsz minket? Szombathelyen. Szombathelyen. Igen.
akkor nem vagy rokon. Nem. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy bulvárlap összehozta, ugye Feri találta Angelina Jolie édesapját, John Voight-ot. Ugye? Igen, Voight Ágival. Voight Ágival, és aztán arról beszélgettünk még, hogy kikinek lehetne az apja, az anyja, vagy a nagyszüle, és nagyon jót írta nekünk. Azt írtad, hogy Édermester pedig SP nagyapja. Tóni. Nagyon. Pontosan így. Szellemes volt. Szellemes volt. Elfelejtetted, vagy már nagyon belemerültél a munkába, vagy nem számítottál rá, hogy hívunk? Egyáltalán nem számítottam rá. Nem számítottál rá. Voltál már napolgatója? Még soha. Szoktál SMS-t írni egyébként? Néha előfordul, igen. Néha. Na, hát te lettél, tudod, a szabály az azt mondja, hogy ajándékcsomagot nem adhatunk, mondani kell, hogy morning show, viszont vannak plusz ajándékaid, azokat megkapod. Jó? Jó, köszönöm. Mit dolgozol, mivel foglalkozol? Egy cégnél dolgozom, javítok alkatrészeket. Alkatrészeket javítasz. Küldjük neked a plusz ajándékokat, hallgass meg a reklámblokkunkat, jó? Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Szellemes volt, amit írtál. Köszi, ciao. Egyébként tényleg jó, nem Édermester SP nagyapja. Tehát azért az valójában szellemes. Mi van? Csak nekünk csörögjön ma a Jani-val. Mit mondtam? Ne! Gyerekek, nincs nálam pénz, nem tudom, hol a bankkártyám, nem tudok, de taxival nem tudok hazamenni. Ez ma nagyon nem az én napom. Most már én kérem, ne bántsátok, légy, hagyjátok. Azt mondtam, hogy jaj, gyerekek. Egyébként azért aljas ez a dolog, megmondom miért aljas ez egész. Úgy van kitalálva, hogy Feri meg tudja akadályozni, hogy a két tiltólistás dolgot nem mondja. Neked egyszerűen csak nem kell behozni egy krémet, és te is megakadályozod, bár a megszólásokra azért megcsúszkálsz, viszont mint mondat, ami beragad, mint egy dallam, ami tapad, az egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből. Én tegnap is dobtam, ma is. Feri is azért dobott ma. És azért én odafigyelek a butira. Nem mindig megyek állok. Csak tettenérés van. Ha nincs tettenérés, akkor már bárki bármit mond. Figyelj, azt a szoros emberfogást, amit én előadok minden alkalommal. A Feri elindul a budi felé, ott surrnak által, mint egy ilyen kis. És mindig mondja, hogy csak a bögrémet mosom. Tapadj rá, mert mindig rám vagytok itt kiélezed, de tapadjál. És olyankor, amikor jössz utánam, akkor mire megy? Mockoszki sztrolocka, nem fogsz meglúgni előlem az én kicsi drága szákomban. Jó, dobom a százas, gyerekek, előlegezzétek meg ezt is nekem holnap. Nincs egy százas, semmi, egy forint nincs nálam, és nem tudom, hogy jutok haza. Nagy a baj. Fiam, van egy pár szem. Ja, jó, ez most már majdnem a kicsi vagyok, ilyes vagyok. Egyébként tényleg, kicsit úgy érzem magam. Csabi, milyen zenéid vannak? Vannak most remek zenéid? Képzeld el, hogy most vannak. És folytatódik a Klassz Nyár 2015 sorozat. Meddig fogod minden nap elmondani ezt a mondatot, mert lassan megölöm magam. Ne öld meg, jó. Mert most mondom nem a lényeget. Nem örülök, hogy folytatódik, csak. Mert hogy... Sopron, David Guetta. Az egy dolog, hogy ezen a héten ugye a David Guetta rajongóknak kedvezünk, mert hogy az ő buliára juttatjuk az el a hangatóinkat. Viszont ebben a sorozatban lesz például John Newman, Avicii, csak hogy mondjak neked is olyat, amit te is szeretsz. Csak mondom, hogy a Klassz Bulin, a 34-es tombola számmal nyertem egy John Newman jegyet. Igen. Mert részt vettem a tombolán. Én húztam meg a Roli. Azt nem tudom. De ti húztatok? Mi még húztuk be? Jelzem, hogy nem kaptam meg a John Newman. John Newman. Ott volt. Nem, megérte. 34-esen tudom bizonyítani. John Newman jegyeket nyertem. Úgyhogy Csabikám, nálad kell érdeklődnem? Nálam. Jó. Igen. És lesz majd még Violetta, meg Forma 1, tehát nem csak zenekarok, hanem események is. Az nagy dolog. És ha már megemlítettük John Newman-t, és kihúztátok, vagy meghúztátok, meg Avicii-t, akkor őket is hozom külön-külön is egy-egy dallal. Jó? Nagyon jó. Csak nagyon nektek. Jó. Newman jó legyen egyébként. Bucskeszid és a Sanders könyve. 5 perc van pontosan 10 óra. Ne haragudjatok, ezért a mai napért. Mindhármunk nevében mondom, ne haragudjatok. Jövünk holnap. Péntek van, a hét utolsó napja. Talán az egyik legvidámabb, nem? Így van, péntek. Mindenképpen. Hát, hogyha hozod a pénzt, amit hozom, nagyon fogok örülni. Hozom. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, mi pedig holnap jövünk. Szevasztok! Csáj, mert most nem most. Nem én voltam, rohadt. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.